Hölgyeim és uraim, tisztelt egybegyűltek, tisztelettel, szeretettel köszöntöm Önöket a Magyarok Háza Széchenyi termében. Abból az alkalomból, hogy folytatódik dr. Varga Tibor jogtörténész előadás sorozata, nem is akármilyen témával, szkíták a magyar hagyományban. Tisztelettel, szeretettel köszöntöm dr. Varga Tibor jogtörténészt, és köszöntöm azokat is, akik az Árpád hírtelevízión követik a mai rendezvényt, a mai előadást, ugyanis ez a televízió először közvetíti dr. Varga Tibornak az előadását. A téma, önök, akik ide a Magyarok Házába gyakran járnak, és őstörténeti előadásokat, Szent Koronával kapcsolatos előadásokat nem egyszer hallottak, tudják, hogy mennyire fontos a magyar önazonosság tudat szempontjából. A krónikáink erről beszéltek, hogy szkíták vagyunk, hunok vagyunk, hogy kijöttünk Szkítiából, tehát a téma napirendre tűzése egy kicsit a krónikák igaza mellett való kiállás is. A Magyarok Házában Érdi Miklós őstörténész nem egyszer tartott előadást, és Érdiről annyit, hogy a sumér őstörténeti irányzattal, elmélettel foglalkozott, először egy nagy könyvet állított össze ebben a szellemben. Az utóbbi évtizedben elsősorban a hunokat kutatta, és érdekes módon ő is azok közé, a történészek közé tartozik, pedig kitűnő ember, aki nem mer a szkíta őstörténettel, a szkíta magyar folytonosság gondolatával szembenézni. Olyan oknál fogva, hogy a nemzetközi tudományos életben vita van, a németek egy indogermán szemléletet valva szívesen kisajátítanák a maguk számára a szkítákat. Ne hagyjuk, hiszen a szkíták a miénk, a szkíta hagyomány, és gondolom, hogy ennek a gondolatnak a jegyében is szól majd Varga Tibor előadása, akinek menten átadom a szót, de hadd jegyezzem meg, hogy vendégei is vannak. Csepin Péter, Zsolnai Gábor, hagyományőrző vitézek, akikkel itt épp Varga Tibor vendégeiként találkozhattak már a Magyarok Házában. Őket is szeretettel köszöntöm, és lehet, hogy épp övék a terep? Szeretettel köszönöm én is mindenkit, és annak ürügyén is, hogy a második fél éves sorozat, ugye már most már ez a 5 vagy 6. éve, amióta itt velem sorozat van a Magyarok Házában. A második fél év az Mátyás 550. évfordulónál van annak, hogy trónra lépett, nem a koronázásának, a koronázása az ugye 1464. március 29-én nagy csütörtökön volt, hanem a trónra lépésnek 1458-ban történt ez meg, és hát Mátyás ürügyén kiváló alkalom kínálkozik, hogy a szkítáktól egészen Mátyás királyig át tekintsük a magyar hagyományt, és hát most a végponttal találkoznánk, a végvári vitézekkel, ugye akikről tudjuk, hogy híves néven Ladics Felicitász, és Zsolnai Gábor. Át is adom a szót nekik. Ez már a 4.-5. ilyen előadásunk, úgyhogy nem mondanánk el mindent így magunkról, hanem mivel hiányolták az előző előadásainkon, hogy kevés nagyon személyes élmény, amit megosztunk a hallgatósággal, ezért inkább azokból mazsolázgatnánk, ugyanis most csak egy 28 percünk van vissza, és ez elég kevés ahhoz, hogy az én gyermekkoromtól az idáig való kifejlődésemet és a törzsfejlődéssel való párhuzamot meg tudjuk vonni. Úgyhogy Zsolnai Gábor kezdi meg az előadást a tavaly előtti országkerülő túránkról, amely, hát csak így dióhéjben azért 4700 kilométert lovagoltunk, az 1000 éves Kárpát-medence körül 120 nap alatt. Hát erről személyes élményeket fogunk most megosztani, hogy így megfelel.
Hát aki nem tud róla, mi 2006-ban határoztuk el, megérkezett a spanyolunktól, hogy körbekerüljük a történelmi nagy országot. Hatan voltunk, 8 állattal. Belekontárkodom a modern technikába. 26 perc. Ki kell használnunk az időt. Többet nem fogunk hibázni. Tehát elindultunk 2006 áprilisában dobogókörről, ahol egy barátunkkal elvégeztünk egy szertartást a szívcsakránál, a Pilisben. És hát az utunk elég jó haladt, tehát olyannyira jól, hogy szó szerint, mi már beszéltünk el többször, rengeteget ijesztegettek minket, hogy mennyi veszély fenyeget minket ezeken a területeken, hiszen ezek régi magyar területek. És hát mi ezt sajnos nem tapasztaltuk, mivel mindenhol tárkarokkal fogadtak minket. Tehát Szlovákiában összesen eltöltöttünk 4 hetet, és a 4 hét alatt egyetlen egyszer sikerült kinnaludni egy mezőn, egyébként mindenhol befogadtak minket. Tehát arra is példa volt, hogy esett az eső, kinyitották a templomajtókat, hőztek ránk, bevitték a szennyesünket, kimosták, és másnap reggel útunkra engedtek minket. Mosásra annyira szükségünk nem volt, mert az út legelején azért 18 napig egyfolytában szakadt az eső. Tehát, hogy a nedvességre azért annyira vágyni nem vágytunk, de a szlovákokban azért van annyi gonoszság, hogy volt olyan, hogy például süteményt is kellett tennünk a rántott hús után. És volt, hogy még tejszínhab is volt rajta. Szóval, hát aki arra megy, az tényleg kösse fel a gatyáját. Tehát hihetetlen gyűlölet van bennünk. És volt olyan is, hogy visszafelé egy ember az elsírta magát, amikor meglátott minket. A nyelvünket az ugyan nem beszélte, bár akkor már a sajátját sem, mert éppen egy kocsmahajtóban találkoztunk. És a bevitt italt úgy gondolta, hogy nem fogja a veséjén keresztül megtornáztatni, hanem ugyanúgy a könycsatornyáim adja vissza. Tehát ilyen atrocitásokkal találkoztunk. Ukrajna az valamivel könnyedebb lépés volt, az csak 4 napot tartott, viszont oda belépni sem volt könnyű, mert egy 4 napig tartóztattak minket a határon. Hát körülbelül mint egy D-kategóriás amerikai filmben az oroszokat, ahogy ábrázolni szokták, tehát egy kicsikét elszúrt ereszínben, de AKG-pisztolyjal ott álltak a határőrök, és egyszerűen nem hittek a szemüknek, hogy mi felléphetünk Záhonynál a hídra, és ügetésbe közelítjük meg az országukat. Viszont volt egy A-kategóriás filmből előlépett állatorvos, aki nem engedett át minket a határon. Mondván, hogyha ki ebből erre külön parancsot fog kapni, akkor természetesen megnyitja nekünk a kapukat. Mi úgy gondoltuk, hogy keletet járt emberek vagyunk, úgyhogy már tudjuk, hogy mi motiválja ezeket a hivatalnokokat. Úgyhogy mondta neki, hogy hány euróba kerülne az, hogy mi átjöjjünk. És mondta, hogy nem lehet, mert be van kamerázva minden. Ők is készülnek az Európa Unióra. De 4 nap után sikerült minden papírt megszerezni, tehát oroszul, ukránul, angolul faxoltunk, levelet írtunk Kijevbe. Megkaptuk az összes papírt, és akkor még mutatta a határállatorvos, hogy még egy papír hiányzik, és mutogatta, hogy egy ilyen kis zöld színű bankó. Ami... Már egy tapasztaltabb, idősebb állatorvos volt, nem zavarta a kamera, nem volt lámpalázos. És mégis egy 20 euróval megúsztuk ezt a kis kalandot. Mégis 4 napot vártunk, és 4 nap alatt keltünk át Ukrajnán. De az első élmény az volt, hogy megálltunk egy ilyen benzinkúton, odött egy cigányasszony, aki ukrán volt, de beszélte a magyart, és főzött nekünk egy gombalevest. Valamint egy kislány oda jött, és hát ez meglepő volt számunkra, mert egyrészt magázott minket, és azt kérdezte, hogy megnézheti a lovakat, de hogyha zavar, akkor inkább elmegy haza. Tehát az udvariasságnak olyan fokával találkoztunk, tehát ezeket a gyerekeket valószínűleg nevelik még. Hát aztán Ukrajna gyorsan megvolt, utána elhatároztuk, hogy átmegyünk Romániába. Bocsánat, még elmondanám, hogy Ukrajnában azért hát ilyen 1940-es állapotok uralkodtak, és ez a falvakban nem volt olyan nagy gond. A városokban azért látszódott, hogy az emberek, hogyha elveszítik a munkájukat és a földjeiket, nem tudnak hol dolgozni, akkor az alkohol az egyetlen mencsváruk, és az elég erős vár számukra. Viszont a lovakat pedig elítélik valószínűleg Ukrajnában valami miatt, mert ott láttam életemben a legtöbb lovat bilincben. Tehát egymáshoz voltak bilincselve, keresztbe lábbal, első lába, hátsó lábhoz, és még így is voltam, még elügetett velünk egy darabon, tehát valószínűleg patparelik olvasnak, mert csatlakoztak hozzá. De volt például, hogy elmentünk egy kocsma mellett, ahol egy ló be volt fogva egy kocsiba, az úriember valószínűleg benni szokatott a kocsmába, mi ellovagoltunk, és azt vettük észre pár száz méter után, hogy a kocsi követ minket a lóval. Tehát ez az igazi híd a szakágak között, ami mostanában azért hát divat ütötte fel a fejét azért nálunk is, hogy közelítsék egymáshoz a lovagló stílusokat.
És itt jegyezném meg, hogy azért nekünk icike-picike lovaink vannak. Tehát mostanában bemagyaráznák nekünk azért, hogy az angol telivér volt az, amin a magyarok bejöttek, és már akkor piáffal keltek át a Berezkei hágon. Hát mi azért még mindig ilyen 1-40 marmagasságú lovakat használunk. Steppei lovacskákat, vagy annak a hegyi modifikációt játsz, tehát a huculd, vagy esetleg azt áthúzva arabbal, illetve egy tiszta arab ló is jön velünk ezekre az utakra. Hát Tibor jelzi, hogy 3 percünk van vissza. És hát elérkeztünk a román határra, ahol megint nagy veszélyek fenyegettek minket. Mondták, hogy mi itt nem fogunk belépni, forduljunk vissza, menjünk Ukrajnába, lépjünk vissza Magyarországra, és menjünk át Szerbiába. És, de ezt mind a hivatalos szervek állították. Hát mi akkor letáboroztunk, ettünk, ittunk, berendezkedtünk, és ők észrevették, hogy mi nem fogunk innen elmenni. Akkor mi tovább ravaszkodtak a hivatalos szervek, és mondták, hogy átmehetünk azzal, hogyha egy hónapra előre megmondjuk, hogy melyik éjszaka hol alszunk, és minden polgármestertől hozzunk hivatalos meghívólevelet. Tehát Románia akkor készült az Európa Unióba való belépésre, és hogy most, hogy beléptek, mennyit változtak, azt jelezze az, hogy én tegnap érkeztem vissza Székelyföldről, és amikor jövünk már kifelé jelenlegi Romániából, akkor a határőr, azt szerintem direkt tanították, hogy ne beszéljen külföldi nyelveket, vagy idegen nyelveket, esetleg a magyar sem, mert az pedig nem idegen, azt mondja, hogy matrica van-e. Hát mondom, milyen matricára gondol, mert Miki Egeret talán tudok neki előkaparni, vagy hasonló, mert tényleg úgy hasonlított rá, vagy esetleg egy mazsolásat, mert az még hagyományőrző is. És azt mondta, hogy matrica, nem tudom, és kérdezem a magyar határőrt, hogy mit akar. Hát ma mindenkit ezzel próbálnak meg egy kicsikét boldogabban engedni ki az országból, de az, vagy pedig emlékezzünk arra, hogy azért Románia az most még egyelőre Románia, tehát azért szuverén állam, és aztán beadott egy bilétát, tehát egy, minek hívják ezt, amit fizet az ember, és kap egy, nem cseket kap, hanem nyugtárt kap, persze. Tehát ez az, lehetne akár kampányszöveg is, a nyugtával dicsérd a napot, tehát küzdünk a fekete gazdaság ellen, és rajta volt, hogy 20 lej. És kerestem elő a pénzt, és mondta, hogy adjam vissza a nyugtát. Mondtam neki, hogy az Európa Unióban nem fizetünk nyugta nélkül. Erre azt mondta, hogy te, vigyázz, mondta, én mire? Mondta, hogy menjél. Szóval, nagyon, és utána gondolkodtunk a Szilágyi Péterre, hogy hány nap alatt lehetne őket megtanítani ismét magyarul beszélni, vagy legalább érteni. Hát egy kis időbe telik azért. Hát én, hogy 2 nap várakozás után egy kis nagy nehezen bejutottunk Romániába, és ott megint nagy veszélyek fenyegettek, tehát rá pár napra egy román csendőrfőnök meghívott minket a házába a töltött káposztára, hogy ezt nem értettük, de a végig is jól laktunk, és jól nevettünk vele, és másnap, sőt, még legelőtt is szerzett a helyi futballpályán. Az egyetlen egy atrocitásnak nevezhető, hát attól függ, mert ugye Bábel óta különböző nyelveket beszélünk, és hát lehet így is, vagy úgy is értelmezni dolgokat. Varga Peti belovagolt egy kertbe, mert ott láttunk egy hivacskát, amin át tudtunk volna kelni az útra. És akkor kijött a román ajkú parasztgazda, fölemelt egy botot, és mutatta Petinek, hogy ezt adom neked ajándékba. A Peti az mosolygott a lóban, mert nem értette, hogy mit akar, és akkor így felé legyezett az ember, hogy látod, ezzel el tudom rólad hajtani a legyeket. És akkor érkeztünk mi oda, akkor változott az arckifejezés az embernek, mondta, hogy leteszem ide gyorsan a földre, hogy majd ti is el tudjátok rólam hajtani. De mondtam, hogy nem kell a bot, mert van nálam korbács. És akkor mondta, hogy menjetek, amerre akartok, végül is ez egy szabad ország, szabad ember azt tesz, amit akar. De tényleg ezen az egy kis atrocitáson kívül semmi más nem ért szerintem az egész országkerülésen, csak pozitív élmény. És hát Erdélyben szintén jó volt a fogadtatás, tehát a magyarság részéről gondoltuk, hogy jó is volt a fogadtatás, de a románság részére szintén. Annyi volt, hogy egyszer megálltott egy rendőr, és mondta, hogy vegyük le a szabját, mert itt a zsírjegyében járunk, és itt nem szeretik a magyarokat. Akkor kérdeztük, hogy ez utasítás, vagy pedig csak javaslat. Mondta, hogy ő nem utasít, csak úgy akkor végül is javasolja. Mondtuk, hogy akkor köszönjük a javaslatot, akkor fennmaradnak a szabják, mert sokkal jobb, hogyha húzza az embernek a csípőjét egész nap, mert különben nem deformálod az egész testet. És akkor értékelt ez, hogy tehát mi egy paralimpiai válogatott vagyunk, és a hosszú táv laglásban ez így szokás, és elengedett minket. És semmi, az ég a világon szemüket nem emelték ránk az emberek rossz tekintettel. És aztán jött Szerbia. Hát Szerbiában ismételten a veszélyek. Tehát ott 2 nap volt a határátlépés,
mert ott is nem is tudom, miket kértek egész pontosan. Hát ott a határállatorvos hölgy, azt el volt rá készítve a Magyar Televízió által, hogy mi megérkezünk a határa, de egy héttel korábban, mint ahogy mi oda jutottunk. Ugye azt múltkor már elmeséltük, hogy egy kicsit elkapkodtuk a dolgainkat, hogy mindenképpen leérjünk az ünnepre Belgrádba, Nándorfehérvárra, és mikor megtörtént a két tragédiánk, hogy két lovunkat elvesztettünk, akkor úgy gondoltuk, hogy mostantól kezdve csak arra koncentrálunk, hogy mi körbejárjuk a Kárpát-hazát, és nem pedig arra, hogy minket ünnepeljenek majd Nándorfehérváron. És a határállatorvos hölgy pedig ugye a Magyar Televízióval egyeztetett, akikről már mondtuk, hogy mennyire gyorsak voltak, hát úgy kerülték meg a határt, mint mi, csak hát ők jöttek elvileg velünk autóval, csak a géppartjuk annyival lassabb a miénknél, hogy Esztergommel találkoztunk, amikor átléptettünk újra a hídon és hazaértettünk. Tehát nem kell őket annyira irigyelni, hogy a tévések sok pénzt kapnak, vagy gazdagabbak. Hát ha minket, lovasokat nem értek utol, akkor gondolom vagy gyalog járták végig, vagy volt, közben dolgozniuk kellett szegénynek meg. Na és tehát a határállatorvos hölgy azt mondta, hogy mivel egy héttel el vagyunk csúszva, nem érvényesek a papírjaink. Tehát tessék vigyázni, mert ha valaki egy hétre, tehát nem néz meg egy foci meccset, akkor lehet, hogy bevonják a jogosítványát mondjuk Szerbiában, vagy bármelyik fejlettebb országban, Burkina Faszóban, vagy ezeken, tehát oda kell azért ezekre a dolgokra figyelni. Na és az mi szerencsénk viszont volt, hogy egy olyan határőr volt ott szolgálatban, akivel már találkoztunk egyszer Pirok mellett, felismerte a csapatot, legalábbis az ösztökre borotvált fejünket, és mondta, hogy ne törődjünk az állatorvos hölgyel, hogy ő nyugodtan beenged minket az országba, csak várjuk meg, amíg elmegy a hölgy haza. Aztán berúgott velünk ez a szerb határőr, és hát megvidámultuk egy titikét, aznap már nem léptünk be az országba, viszont el kellett, hogy menjünk a fővárosba, hogy a magyar nagykövetség azt töltse ki a papírjainkat, és utána már egy férfi állatorvos volt, akit nem érdekelt annyira ez az egy hetes késés, tehát simán léptünk be az országba. Annyi csúszásunk volt, hogy rendőri kísérettel. Tehát adtak mellénk egy rendőrautót, az ment állandóan előttünk, viszont csak főúton tudtunk haladni vele. És van még egy dolog, amiről ez ideig soha senkinek nem beszéltünk, mert elég szomorú sorozatok értek minket az országkerülésen, mert tudnék, ez egy szakrális országkerülés volt, ebbe vágtunk bele, tehát ezt utoljára Mátyás királynak a teste tette meg, és minket fölkészítettek arra, és próbáltak, hogy ez áldozatokkal jár, de hát mi ebben nem gondoltunk bele. És akkor folyt Erdélyben ez a nagy versenyfutás, hogy Belgrádra, az évfordulóra odaérjünk, akkor két héten belül olyan események történtek, amire nem voltunk fölkészülve. Tehát két héten belül elveszítettük két lovunkat. Egy harmadik barátunk, aki csatlakozott volna hozzánk, nek ugyanabban az időben elpusztult egy lova Magyarországon, tehát egy másik lova csatlakozott hozzánk. A Györgyinek meghalt a kutyája, akivel együtt nőtt fel, egy tizenvalányos kutya volt. Nekem meghalt a legeslegjobb barátom és az édesapám. Na most mindez két héten belül. És ezek voltak a csapások, amikre hát igen, összegyűlt a csapat, és akkor úgy gondoltuk, hogy itt az a ponton meg kell állni. Hát vagy úgy megyünk tovább, hogy teljesen egységet képviselünk, vagy pedig fel kell, hogy adjuk a tervünket. Tehát tudni kell, hogy a csapaton belül rengeteg viszály volt, tehát nem verekedés, de viszályát fajul dolog, és amikor el kellett vágni egyik lovunknak a torkát, és mindez a dolog megtörtént, akkor azt mondtuk, hogy itt most megállunk. És nem az számít, hogy mi most naponta 60 km-t lovagoljunk, mert volt olyan napon, amikor virtusból elmentünk 96 km-t, hanem azt mondjuk, hogy ha minden falon meg kell állni és beszélgetni kell az emberekkel, és ezeket a dolgokat elmondani, akkor ezt meg kell tenni. És akkor el kellett tudnunk dönteni, hogy ha kell, akkor két évig megyünk, de meg fogjuk kerülni a Kárpát-medencét. És hát a ló elvesztésénél akkor egy picit így összerándult a csapat, aztán utána megint szétvilágoztunk. Talán rögtön a rákövetkező nap. Igen. Tehát ez egy folyamatos dolog volt, tehát az a összeomlás egység. És egy nagyon jó látó az, hogy barátunk azt mondta nekünk, hogy ami veletek most történik, az történik az országgal is. És ez történik ma az országgal, ami velünk ott történt.
de mi mégis célba értünk, és én hiszek abban, hogy az ország is célba fog érni. Hát most lejárt az időm, de egyébként a miénk jön el lassan. Köszönjük szépen! Hát szeretettel köszöntök akkor mindenkit ez alkalommal. Nehéz feladat előtt állok, mert én nem tudok úgy előadást tartani, hogy egy helybe kell állnom, úgyhogy hol legugolok, hol leföljárkálok, úgyhogy ez egy olyan nehéz, két óra előtt állunk, azt kell, hogy mondjam. Jó, egyébként aki kíváncsi a további kalandjaikra, a következő előadásom alkalmával hallgathatják újra a Péteréket, Pétert és a Gábort. Hát egyébként csak annyit, hogy nem érdemli Kossuth lova az abot, kétszer kerülte meg Magyarországot. Ha még egyszer körülkerülte volna, Magyarország ilyen bajban nem volna. Úgyhogy ez volt az országkerülésnek az értelme, amit ők megtettek. Igaz, a film, ami elkészült róla, nem igazán szólt az ő kerülésükről, de ez egy másik kérdés. Ezen a címen készült a film, és azt hiszem, hogy látszanak benne egy percet. Szóval ez egy érdekes alkotás volt, de hát erről ennyit. Jó, hát a mai napi téma az nem egy egyszerű téma. Az a címe, hogy vére, vére, holtig vére. Aztán majd elmondom a másik felét is, az a másik fele egyébként, hogy holtunk után testvér. A szkíta örökségről lenne szó, és én azért tartom fontosnak, hogy megbeszéljük ezt a témakört, mert egészen biztos vagyok abban, hogy ez a világ változás előtt áll. Ez a világ úgy, ahogyan van, boldogtalan. Itt még az is boldogtalan, akinek van. Az pedig, akinek nincs, az természetes, hogy boldogtalan, mert igazságtalan a világ. Az, hogy ide jutottunk, az annak köszönhető, hogy ugye a nagy francia elsötétedés idején elküldték a Jóistent a közösségből, ugye az emberiségtől elzárták, és attól kezdve az emberi ráció nevében ugye mondták meg a nagy francia elsötétedésben, hogy mit tartunk igaznak. Ugye az emberek igazsága viszont, azt kell, hogy mondjam, hogy az arról szól, hogy ki az erősebb, de semmi köze nincsen az igazság erejéhez valójában. Erre vonatkozólag azt tudom mondani, hogy a mi kultúránknak ez különösen nagy csapást jelentett, mert én úgy gondolom, hogy mi az így feszítő népeknek a lelkületéből nőttünk ki, és ezt teljesen mértékig tudjuk igazolni, és hogyha valahogyan megmenthető ez a világ, az egyértelműen abból a fajta gondolatból, aminek utolsó örökösei a mi közösségünk. Na most azt mondja Bonfini, aki nem igazán jó forrás, el kell, hogy mondjam, de ebben az esetben igazat mond, már csak azért sem igazán jó forrás, mert azért szerették a szocializmusban, mert a kommunizmusban őt, ugye azt mondták, hogy vele indul a magyar történetírás, mert ugye minden második oldalon tulajdonképpen a szitjákat gyalázta. De ebben az esetben igazat mond Bonfini, azt mondja Justinus nyomán, hogy a szkíták az igazságot nem törvényekben, hanem a szívükben bírják. Ugye a szívben bírt igazság az az elküldő igazsága, amivel mindannyian születünk. Ugye ez azt is jelenti, hogy a szívben bírt igazság nem őrződött meg másban, mint szokásban, szokásjogban, jogszokásban. Magyarországon jogszokásból lett a törvény. Ez egy egészen másfajta gondolkodás, mint az, amikor ugye az emberek mondják meg az igazságot. Na most az a világfelfogás, amelyik ugye most uralja az egész teremtést, vagy annak egy nagyobb részét, az odáig vezetett el, hogy az emberiség történetében példátlan módon kultúrák pusztultak már el, de olyan még nem volt, hogy egy nagy közösség egységesen arra álljon be, hogy a gonoszt részesítse erőnyben. Itt a gonoszt preferálják. Jelenleg annak lehet pénze, társadalmi összeköttetése, sikere, aki hajlandó a szívben bírt szabályokat áthágni. Ennek következtében előtették a boldogtalanság magját, mert nyilvánvalóan akinek nincs, az boldogtalan, mert igazságtalan a világ. Akinek megvan, az azért boldogtalan, mert amikor már megvan mindene,
tehát 6-7 ingatlannal rendelkezik, feszített víztükrös medence, utazik Tibettől Párizsig, Indiától Inkaföldig. Egy szép napon rádöbben, hogy egy gyomorral, egy pillanatban 7-szer jól lakni nem lehet. És kiderül számára, hogy lelkem van. Úristen, lelkem van. Igen, ám csak a léleknek az a fő természete, hogy a léten túlra van irányozva, és a léten túli iránya nem más, mint a jóság. Ha jónak sikerül lennie, úgy érzi, hogy erős. Ha jónak sikerül lennie, úgy érzi, hogy erős, akkor úgy érzi, értelme van az életének. És ha értelme van az életének, akkor boldog. De mivel mindent úgy szerzett, hogy a szívben vét szabályokat áthágta, ezért képtelen erre is, egy végtelen ürességben szárad el a lelke. És miután ez nagy közösségileg elmondható a mai berendezkedésről, előbb-utóbb változnia kell ennek a világnak. És nyilvánvaló, hogy egyetlen egy módon tudja ezt megtenni, amelynek örököseiként, az a felfogás, amelynek örököseiként mi 1944. március 19-ig felmutatjuk ezt a különleges világfelfogást, ugye ez a német megszállásnak az időpontja. Mi addig úgynevezett történeti alkotmánnyal éltünk, aminek a szíve volt a Szent Korona, és a lelke szellemisége maga volt a Szent Korona eszme. Na most ez a különleges felfogás tényleg képes arra, hogy megmutassa azt, hogy hogyan lehet egy emberiségnek úgy élni, hogy az Úristen képmását tükrözze vissza, és az egyén végtelenül szabad legyen, és mégis egy test, egy lélek, egy szív oldódjon föl egy magasabb rendű létezésben. Ennek pedig az egyik titka, illetve a fő titka, az ugye Esztergomba föl volt írva a turulók által emelt bazilikára, amit aztán többszörösen megújítottak. Ugye ez nem azonos a mostani bazilikával, mert a mostani bazilika ez valójában a 1800-as éveknek, nem fogok ülni, mert itt kényelmesen, 1800-as éveknek a 20-as időszakában, ugye április 23-án Szent Adalbert napján kezdik el építeni, ugye mert Nagy Boldogasszony Szent Adalbert tiszteletére volt rendelve a templomunk, és mármint a Szent Bazilikánk, és ezen a napon kezdik el bontani. A maga a hegy az 8-12 méterrel volt magasabb egyébként. A 8-12 méterrel magasabb hegynek a csúcsán, ezt Evlia Cselebi is gyönyörűen leírja az 1660-as években, vezetékes hideg-meleg víz folyt. Nem véletlenül nevezi a török Sinánchaosz meg Dzselázze Mustafa a mennyei paradicsom földi mintaképének. Most a 18. század végén, tehát még megvoltak az oldalfalai is ennek a bazilikának, és valójában ugye csak a tornya volt bezuhanva, mondom, a 1820-ig telenül szabad. És ennek csak egyetlen egy korlátja van, az Úristen iránti tisztelet, amelyre a Kárpát-medencei közösséget a Szent Korona emlékeztette. Na most ez a világfelfogás az egészen mélyről érkezik. Egyébként is minél régebben foglalkozom ugye a magyar hagyománnyal, egyre inkább azt látom, hogy két fajta emberi magatartás bontakozott ki a teremtett világgal szemben. Egyébként azért voltam kényszerű erőket ugye megverjük, és majd 130 évig nem is mernek a mi országunk közelébe, illetve a Kárpát-medencébe közelébe jönni. Aztán utána jön ugye Szent István, akiről teljesen hiteltelen képet festenek mai napig nekünk, ugye többek között olyan tömegekhez eljutó művekben is, mint az István a király, aminek az alaptétele, és egyébként ezt próbálják nekünk sugallni, hogy kicsik vagyunk, bocsánat, hogy itt vagyunk, ugye meg vagyunk ijedve, és ugye Szent István nagy európer, ő egyedül fölfedezi, hogy csak a kereszténység megtartásával tudunk megmaradni, és ugye hát ijedtünk, mert megkeresztelkedünk. Na most csak úgy elmondanám, hogy egyrészt nem Szent István keresztelt bennünket, ez egészen biztos, honfogláskori leletanyagnak, ugye a túlnyomok többsége, az ugye a tárgyi emlékek között ugye a maga a mellkereszt. Ja, például itt is van rajta megy, ez ugye a Tisza-Eszlári mellkereszt honfogláskorból, tehát egész egyszerűen, hát a Bezdédi tarsólemezre gondoljunk, ott van rajta a kereszt, tehát egész egyszerűen nem igaz az, hogy ilyettében megkeresztelkedett. Ez az egyik. Másrészt pedig az sem igaz, hogy kicsik lettünk volna. Szent Istvánról tudni kell, hogy az összes szakkönyv leírja, de nem tanítják, hogy ugye ő azzá lett valójában, ami a neve, ugye az régen a kereszténységben óriási jelentősége volt magának a keresztény névnek, már csak azért is, mert tudták, hogy egyetlen egy ember élete lejátsza a teremtés történetét. Ugye amikor a lélek az a testbe zuhan,
az valójában annak a pillanatnak felel meg, mikor elszakítják a gyümölcsöt, és kifordul a föld a paradicsomból. Ugye megteremtődik a romlandóság következményeként a halál, ugye? És ezelőtt a keresztény felfogás szerint, de egyébként minden kultúrának alapkérdése az, hogy le lehet-e győzni a halált, hiszen mi romlandó testtel születünk, de a lelkünk tud az elküldőről. És ezelőtt csak úgy lehet megmenekülni a romlandóságtól, hogyha az ember magára veszi annak a jelét, aki legyőzte a halált és megkeresztelkedik. És abban a pillanatban úgy születik újjá az örök lét számára, hogy eltűnik belőle a romlandóság. Ugye ezért nem is ünnepelték a születésnapot, ezt a nagy francia elsötétedés óta általános, hogy ünneplik, meg azóta, amióta adnak egy tajszámot, meg egy adószámot, mert ugye abban a pillanatban dörzsölik a kezüket, hogy egy újabb rabszolga érkezett. Na most a helyzet az, hogy abban a pillanatban, amikor az örök lét számára megszületik az ember, akkor kap az örök törvényből egy személyre szabott igét. Ugye ez a keresztneve, ez olyan, mint János evangéliumában az in principio erat verbum, hogy kezdetben vala az ige Istennél vala, az ige Isten vala, és az ige közöttünk lakozik. Ugye a személyre szabott küldetése az maga a neve az embernek. Ha ismernénk a nevünket, ismernénk a küldetésünket. És az István névről nagyon jól lehet tudni, ezt elmondja egyébként ugye Jakobus de Voragine is a Legenda Aureában 1260 és 70-es években készült művében, az Arany Legendában, ami a Biblia mellett a legolvasottabb volt ebben a korban, mert ez maradt meg a legnagyobb példányszámban, ugye, és egy több évszázados keresztény tudást gyűjt össze, és valójában elmondja az a szerkezet a szentek életének elmesélésének, hogy megmondja a szent nevét, megmondja a szent nevének a jelentését, és utána az élet történetéből visszaköszön a nevének a jelentése. Most ugye az István név, ahogyan ez kibontható az István legendákból is, nagyon szépen hozza, hogy Stephanos, Stephanus görögből, latinban annyit jelent, hogy korona. Tehát amikor azt mondja az ember, hogy Szent István, azt mondta, hogy Szent Korona. És egyébként pedig Jakobus de Voragine állítja, hogy a héberből eredeztethetően a névnek a jelentése norma, szabály, törvény, tan. Ugye tehát, ha az ember azt mondja, hogy Szent István, azt mondja, hogy Szent Korona, illetve Szent Korona tan. Ezzel függ össze, de most ezt nem érintem, mert egy másik előadást tartanék meg, hogy ugye csak úgy jelzem, hogy a mindenkori magyar királykoronázás alkalmával, ezt 1240-ből nagyon jól adatolhatjuk már egy külföldi utazó ciszter szerzetestől, és majd ezt látjuk, hogy 200 év múlva is 1440. július 17-én megtartják, amikor ugye első Ulászlót koronázzák, bizony a mindenkori magyar uralkodó jelöltnek bele kellett öltözni Szent Istvánnak a rekvizitumaiba, tehát meg kellett kapni a saruját, harisnyát, köppenyét, keresztjét, kardját, ugye, és Fehérváron őrzött trónjába is be kellett ültetni. Át kellett menni az Istvánságon, hiszen megelevenedett Szent Koronává, illetve Szent Korona tanná változott. Na most ugye a korona csak annak jár, aki győztes. Hát Szent István végig hadakozza az egész életét. Most nem kezdve, de 997-től ugye Koppány, 1002-1003, aztán belép a bolgár-bizánci háborúban, szintén győztesen távozik, aztán 1017-ben ugyanúgy ebben az időszakban megveri a lengyeleket, utána megveri ugye a besenyőket, 1018-ban az oroszok ellen vezet sikeres hadjáratot, majd 1030-ban, júliusában ugye megveri a Ranke által a legnagyobb német-római császárnak nevezett ugye második Konrádot, ugye, és a következő évben a Lajta és a Fisa vonaláig tolja ki a magyar határokat. Ugye ez azt jelenti, hogy végig hadakozza az egész életét, mondom, szakkönyvek leírják, és egyetlen egy vesztes hadjárata nincs, tehát győztes uralkodó. Ezt mindenfélét tanítanak róla, csak éppen azt nem, hogy győztes uralkodó. Egyébként pedig a német-római birodalmat mi többször megverjük. Hát ugye első András is 1051-ben megveri ugye a második Konrádnak a fiát, harmadik Henriket. 1051-ben, aztán 1052-ben is megveri, aztán Bizánc ellen is eredményesen harcol, aztán utána következik Bajnok Béla, őról, meg Szent Lászlóról talán nem kell elmondanom, hogy nagy uralkodó volt, aztán Kálmán idejéből 1095-től 1116-ig uralkodik, nagyon jól tudjuk, hogy Tágai Kozma írja, hogy a magyar király, illetve a magyarság hatalmas, a föld bármely országával szembeszállna, bármely uralkodójával szembeszállhat. Aztán utána rá még 50 év, 1150-es évek, Abu Hamid, a nagy mór világutazó elmondja Bizáncból érkezve, szó szerint azt írja, hogy a magyar királyság sokszor hatalmasabb, mint a bizánci császárság, és most nem megyek tovább, mert nincs értelme, azt hiszem talán látjuk, hogy valójában nagy hatalommal állunk szembe.
Tehát nem így van az, hogy nekünk alkalmazkodni kellett, és tényleg az a helyzet, hogy azt is el akarják tőlünk venni, hogy bármilyen közünk lenne ez az ífeszítő örökséghez. Most a helyzet az, hogy én azért hívom ífeszítőknek őket, mert valójában tényleg az íj kézbevétele átalakítja az embert. Ez most látszik nagyon jól ugye a mostani időszakban, mert szaporodnak gombamód ugye a hagyományozó íjászok és a hagyományozó végvári vitézek, és ettől egyébként a hatalom úgy be van gyulladva az atomkor kellős közepén, hogy az ember szinte elgondolkodik rajta. Vajon miért teszi ezt? Azért teszi egyébként, mert ők jobban ismernek bennünket, mint mi saját magunkat. Ugye az ázsiai hunoknak van egy nagyon érdekes adata, ugye Mao Tung időszámításunk előtt 176-ban ír egy levelet a kínai császárnak. És azt mondja, hogy mi az elmúlt időszakban 26 népet hódoltattunk, akiknek most kezébe íjat adván egy családban egyesültünk. Tehát aki íjászkodni kezd, az bizony annak a lelkülete átalakul. Egyébként Magyarország előtt ez az egyetlen egy esély áll, mert nekünk nincs se fegyverünk, nincs se pénzünk. Viszont, hogyha mi egy test, egy lélek, egy szív, konokul nem tesszük azt, amit ők akarnak, egész egyszerűen meghaltak. Ez egy kicsit olyan Gandhi-féle út, de hát gondoljunk bele, hogy Gandhiék is fegyver és pénz nélkül fektették két várra az akkori világ egyik legmodernebb hadseregét, a brit hadsereget. Tehát ennek nagyon sok esélye van. Ha lelkileg föláll Magyarország, akkor bizony egész egyszerűen felszabadul. És az, hogy fel fog szabadulni, az nem kérdés, mert mi már nagyon régóta a halhatatlan lélek által élünk. Na most ez a fajta világfelfogás, ez egészen másképp viszonyul a teremtéshez, mint az, amelyik ma uralja a világot. És mondom, én azért kezdtem el ezzel foglalkozni, mert valójában azt tapasztaltam meg, hogy a középkori Magyarország az tulajdonképpen egy csodálatos ország volt, mert nálunk a hitből lett a jog. Az igéből lett az igazság, és az igazságból lett az ige. Tehát egyfajta vallás mentén épül fel az ország. Ezért lehet azt mondani, hogy amíg lesz hit, addig lesz Magyarország, és amíg lesz Magyarország, addig lesz hit. Egyébként valójában tényleg ez egy evangéliumra épült ország, a világ 8. csodájának lehetett nevezni abba az időszakba, és mondom, ezt adatok alapján lehet elmondani. Mert a mostani előadás folyamán olyan előadást fognak hallani, hogy én, amelynek az a módszertana, hogy nem fog olyan materialista lenni, hogy a földbe beletúrja az órát, mint a disznó, és azt sem mondható el róla, hogy az égbe járkál, mert én azt sem szeretem, hogyha egész egyszerűen teljesen hát minden realitástól elszakad az előadó. Én azt gondolom, és én azt a történelmi szemléletet szeretem, úgy szoktam kifejezni, hogyha Isten itt járt, akkor meg tudjuk mutatni a lábanyomát. És valójában, hogyha ez sikerül, egy pillanatra az ember úgy érzi, hogy visszaemelkedett a föld az ég felé, egy pillanatra ég és föld között kapcsolat teremtetett, és ez egy gyönyörű hát lehetőség, és a mi történelmünk erre hát jó példa. Na most a helyzet az, hogy valójában tényleg, hogy értsék, hogy mit jelent az, hogy az igéből lett az igazság, csak egy példát mondok. Ugye Magyarországon mindenki tudja, hogy ez a föld fölajáltatott a szűzanyának, fölajáltatott az égieknek. Ettől a pillanattól kezdve a Kárpát-medence egy arasszal közelebb került a Mennyországhoz, mint a föld bármely pontja. Ez egy hittétel, és ebből alakul ki jogtételként az, egyébként hát tudjuk talán, hogy a magyarországi középkori latinságban a korona szó az annyit is tett, hogy határ. Tehát amikor én azt mondom, hogy szent korona, azt mondtam, hogy szent határ. Ugye a szent korona a Kárpát-medence földi vetülete. És ez a föld ettől a pillanattól kezdve nem akármilyen föld, a léten túli ragyog át benne. És belőle is ezért alakul ki az a jogelv, amit úgy neveztek, hogy radix omnium possessionum, a radix gyökér, omnium minden, possessionum birtok, minden birtok gyökere a szent koronából eredt, és oda is tért vissza. Most éppen ezért meg kell emiatt a különleges, és még sorolhatnám, hogy az, hogy a szűzanya öröksége a magyar királyság, az pedig azt jelenti, amit az ősségben olyan szépen mondanak ki 1351-ben, hogy una edemque libertas, una edemque nobilitas, egy és ugyanazon szabadság, egy és ugyanazon nemesség. Ez nem így van tőlünk nyugatabbra, mert a hűbéri társadalom felszabdalja az együttélést. Ugye a vazallusom vazallusa nem az én vazallusom, és ott ember embernek lesz a szolgája, tehát van szabadabb ember és kevésbé szabadabb ember, és ez egy rövid 100 év alatt örökletessé lesz.
ugye, hogyha a hűbér úr meghal, a hűbér úr fiának a hűbéres tovább szolgálattal tartozik. Ha a hűbéres hal meg, akkor a hűbéres fia a hűbér úrnak tovább szolgálattal tartozik. Nálunk ilyen nem létezett, nálunk úgynevezett familiáris viszony létezett, ami a hűségre épült, és addig tartott, míg két ember megbízott egymásban. Abban a pillanatban, amikor a bizalom felbomlott, ez a viszony felbonthatóvá lett. Egy és ugyanazon szabadság. Mi mindannyian ugyanazzal a szabadsággal születtünk, Magyarország felett nyitva van az ég, nem kell nekünk vezér, minket a szívünk vezére az ég által, ha az Úristen akar vezért, majd állít. Mi kaptunk egy gyönyörű szabadságot, egy olyan szabadságot, amit a szkítáknál is lehet érzékelni majd. Tehát ezért indulunk el egészen ennek a lelkületnek a megismerésébe a kezdetekig. Most azt kell, hogy mondjam, hogy én azt tapasztaltam, hogy kétfajta emberi magatartás mutatható ki a teremtett világgal szemben. Az egyik, amelynek az örökösei mi vagyunk, az tudja, hogy a teremtett világnak van egy olyan gyönyörű szentsége, amelynek a megőrzése megemeli az ember létezését. Ez azt jelenti, hogy amíg itt van a lezuhant lélek a testben, abban az 50, 60, 70, 80 évben az örök létbe tanulhat bele, vagy az örök létbe élheti le azt az 50, 60, 70, 80 évet is. Ugyanakkor ez azt is jelenti, hogy nem kell anyagba döngölten leélni azt az 50, 60, 70, 80 évet. Ez egy egészen másfajta felfogás. Egyébként a magyar kultúrát az jellemzi, amit tőlünk megint csak el akartak venni, mert ugye az elmúlt 60 évnek a jelszava, de különösen a szocializmusnak, hogy a múltat végképp eltörölni. Ugye? Hát majdnem sikerült nekik, és majdnem elhitették velünk, hogy mi a halál nemzete vagyunk. És közben nem így van, mi az élet nemzete vagyunk. Sőt, nem is akármilyen élet, mert mi bármerre lépünk, nagyon úgy tűnik, hogy az örök lét ragyog át a lezuhant világból. Tehát nálunk élet keletkezik, és ezért is van az, hogy a szűzanya népe vagyunk. Nálunk valahogy mindig átragyog az Úristen jelent léte a teremtett világban, és ugye az égi az máson keresztül nem tud leérkezni, mint ahogy az Isten fiú is a szűzanyán keresztül. Ezért a szűzanya népe a magyarság. A másik fajta világfelfogás, azt úgy is hívhatnám, hogy alulról jött embernek a magatartása, egyébként ez uralja most a világot, ez az úgy hívhatjuk úgy is, hogy lemúriai szubsztrátum, amelynek a jelszava az a mert én megérdemlem. Ugye a mert én megérdemlemből következik, hogy a szomszédom az félmajom, azzal szemben hát megengedhetek magamnak bármit, mert én megérdemlem, de az utca túloldalán már majmok laknak, úgyhogy azzal meg aztán még inkább megtehetek bármit, mert én megérdemlem. És ennek a végén az ember olyan végtelenül magányos és boldogtalan lesz, mert ő megérdemli, hogy csak na. Tehát ez a fogyasztói társadalom, hübiri társadalomból kinövő fogyasztói társadalomnak a tulajdonképpen eredménye. Most erről hosszabban nem. Egyébként a városi kultúrának. Nem véletlen, hogy a szkíták sem éltek városokban. Na most, hogy milyen korán indulunk el az időben, ugye, mert még nem kezdődött az előadás, most már egyre hosszabb bevezetőket tartok, ugye, tehát, hogy mikor indulunk el az időben. Én azért választottam a szkíták korát, mert meg kell, hogy mondjam, hogy úgy van ez, hogy egy történelmi kort úgy tud az ember jól felvázolni, hogyha vannak tárgyi anyagok, és van írott anyag is. Ugye minél messzebb megyünk az idővel, annál inkább elkezd elfogyni az írott anyag, mert a kettőt egymáshoz lehet vetni. Tehát akkor kapunk viszonylagos igazságot, hogyha az írott anyag megfelel annak a tárgyi anyagnak, amit találunk. Most ezt tulajdonképpen úgy Krisztus előtt a 9. századig látunk így nagy biztonsággal vissza. Egyébként persze, hogyha szkítákat azonosítani akarjuk, szia Gyula, azonosítani akarjuk, akkor az kell, hogy tehát korábbi népcsoportokkal, akkor nyilván eljuthatunk a sumérokig. De én azért próbálom meg, hogy minél biztosabb fogozó talajon legyünk, mert nem tudom, hogy észrevették-e, hogy valaki minél kevesebbet tud a történelemről, meg egyébként a művészettörténelem vagy bármi hasonlóról, annál nagyobb ős történész. Ezt tudni lehet, hogy miért egyébként, mert ott már nem nagyon van mit fölmutatni, ugye tárgyi anyag, és ilyenkor már eljuthatunk odáig is, hogy Siriusról jöttünk újrhajóval, meg stb. Ennél sokkal izgalmasabb egyébként a mi történelmünk, mint ilyesmiket kitalálni, különben is eléggé gyenge fantáziára val. No, tehát
Ezért mondom, hogy ugye a 9. századtól fogunk elindulni, de mondom, az elképzelhető, fölrakhatunk, miután szkitáknak valószínűleg köze volt a sumérekhoz, csak az a baj, hogy itt egy ilyen fogyasztói őstörténet alakult ki, és igazából azt kell, hogy mondjam, hogy sajnos nagyon úgy tűnik, hogy a sumér korban nagyon sok mindent felül kell vizsgálnunk, bár mindenféleképpen azt mondom, hogy az ífeszítő népek kultúrájából nőtt ki, de igazából ott... Hát olyan a történelmünk, ez a fogyasztói őstörténet, amit csináltak nekünk, ennek politikai oka van, mint a Mátyás templom vagy a halászbástya. Valami kevés köze van a mi valódi történelmünkhöz. És éppen ezért egyébként is, hogyha a korai korokat akarjuk vizsgálni, minden bizonnyal jobb, hogyha visszafelé megyünk az időben. Tehát nem a kezdettől, hanem visszafelé indulunk el, és megpróbálunk visszakövetkeztetni. Egyébként erre az időszakra azt mondhatom, hogy a Kaszpi-tenger keleti felén lehetett az ősi hát, központja ennek a fajta lelkületű emberiségnek, amelyik aztán utána a 4. évezet környékén lekerül oda Mezopotámiába, de Tigris és Eufrátesz közé, és amikor jöttek az új akkád hódítók, tulajdonképpen előlük a velük való együttéléstől menekültek, ugye a 2. évezet környékén, méghozzá 3 irányba, Anatólia, ugye észak-nyugat irányba, aztán északra Transz-Kaukázia, tehát a Kaukázuson túlra, és ugye tulajdonképpen Közép-Ázsiába. Na most az, hogy itt egy hatalmas, nagy, egységes kultúra alakult ki, ahhoz egy picit földrajzilag el kell helyeznünk magunkat térbe és időben. Ez a része egy kicsit unalmasabb lesz, aztán izgalmasabb részekhez fogunk eljutni. Nem tudom, ki mennyire jó földrajz volt. Na mindegy. Ordosz vidéke megvan? Mert olyan képem nincs. Egyébként is felkértek, hogy minél kevesebb képet vetítsek, mert a Hírtévébe, Árpád Hírtévébe, már nem ebbe a Hírtévébe, Árpád, no, igen, nem csak úgy eszembe jutott, azt csak úgy elmondanám, hogy ha már itt tartunk, nem lesz rövid előadás, csak úgy eszembe jutott, hogy, mert még nem kezdtük el, de hogy a Szent Korona konferencián itt voltak, ugye? Hát legalábbis egy jó részét kinn a lépcsőn is ültek, úgyhogy tényleg kivetítőt kellett alkalmazni. De az erről a Hírtévéről jutott eszembe, azért elmondom, hogy mennyire van jobboldali sajtó, csak úgy mellékesen, hogy én soha nem szoktam megcsinálni azt, mint a magyar szerves kultúrával divatos, hogy valaki ír egy könyvet, aztán megkeresi a sajtót, hogy írjanak már róla egy cikket, mert hát valamit sikerült összehozni a magából, ugye én ezzel úgy vagyok, hogy adjon úgyis, ha nem kérem, ugye nekem a kérés nagy szíriem. De miután a Szent Korona Országa Alapítvány elnöke vagyok, ami hát nem volt nehéz, mert egyikünk alapította, a másiknak kellett lenni az elnöknek. De hát ezt úgy el szoktam mondani, hogy itt történt életem első elnöksége. És hát ilyenkor ugye hát azért a közügy miatt csak megkeresi az ember a sajtót. Hát a baloldalt azt eleve nem keressük meg, mert az tudjuk, hát nem olvasunk baloldali sajtót. És hát szomorúan tapasztaltam meg, hogy itt egy pártnak van 4 frakciója, és egy televíziónak van 10-12 csatornája. De ezt komolyan mondom. Tudnék, következő történt meg. A Hírtévéről már tavaly is, mert ezt másodszorra rendeztük meg a Szent Korona konferenciát, tavaly is nagyon sokan voltak, de most tényleg az igaz, ami elhangzott a folyosón, hogy a épület szabott csak határt a résztvevők számának, és hogy jövőre ugye a Papp László sportcsarnokot béreljük ki, mert biztos megtelik az is. De a lényeg az, hogy a tavalyi évben azt üzente vissza a Hírtévé, hogy hagyjuk már békén őket ezzel az ódivatú gal. Most ebben az évben azt mondták, hogy hát bejöhetek a Paletta című műsorba, de az a kérés, hogy én az Magyar Adventről beszéljek, ami nekem nem esik nehezemre, mert én szeretek a régi magyar kereszténységgel foglalkozni, különben is nagyon izgalmas téma. Kapok 8 percet, és az utolsó 10 másodpercben elmondhatom, hogy lesz egy ilyen konferencia. Mondtam, hogy jó, hát rendben van, egy hét múlva lett volna az adás, előtte való nappal fölhívnak, a riporter, aki egy nagyon rendes ember valójában, és azt mondta, hogy ne haragudjak, de értsen meg, hogy nekik is vannak főnökeik. Úgyhogy nem lehet bemenni, van ennél fontosabb. Jó, hát ez úgy különösebben nem is lepett meg, de hát elmondanám, hogy 2 helyre sikerült berakni. Az egyik ugye a Echo TV, de hát ott is inkább a Pörzsével való viszony miatt kaptam 5 percet a konferenciáról. És
Hát de az Echo TV-ről sem kell azt hinni, hogy velünk van, mert ugye hát Széles Gábor, akinek majd 90 milliárdja van 17 év alatt, az lehet velünk? Na hát, csak erről ennyit, az csak azok arra vannak, hogy vezérgyártsanak nekünk egyébként, mert ugye a televízióba gyorsabban lehet eljutni a tömegekhez, mint egy előadáson, mert hiába van itt most 300 ember, ugye valójában egy televíziós műsorban több tízezer emberhez el lehet jutni. És miután mindig úgy volt ez kitalálva, hogy tulajdonképpen lehetett tudni, hogy előbb-utóbb ez a közösség fölébred és rájön, hogy a politika neki nem lesz megoldás. Legalábbis ez a fajta politika, amit itt gyakorolnak. És valahogy úgy van ez, hogy ha jobbról üt, akkor is neki a finansztőkének jó, jut, hogyha balról üt, akkor is a finansztőkének jó. És ez úgy van, hogy egyre inkább ébred föl a közösség, és egyre inkább radikalizálódik. Na most ez úgy van megcsinálva, hogy miután mi elnyomatásban éltünk, aki visszamutatja a jelet, és kiszámíthatóvá válik ugye a magatartásunk, mert két dolgot nyomtak el. Az egyik az, hogy elvették ugye azt, hogy aki ide születik, és ez Magyarországnak a megoldása is, hogy aki ide születik, az végtelen, oldhatatlan és el nem múló szerelemmel szeresse azt a közösséget, ahova született. A másik pedig az, amit elvettek, hogy elvették a vallásunkat. És én már elég öreg vagyok ahhoz, hogyha jobban számolok, hogyha most én az életem közepén vagyok, akkor már baromi jó jártam, mert 92 éves lennék. De hát én most már látom, hogy a hit az igazság kérdése. Akinek hite van, annak igazsága van, és akinek igazsága van, annak hazája van. És a vallásunkat azért vették el a kommunizmusba, hogy elvegyék az igazságunkat. Tudnék, a hitben mindig van jó, és mindig van rossz. Gondolják meg, az egész kereszténység tulajdonképpen egy nagy igazságtételre épül föl. Hát ott van a végítélet. Ha elveszik ezt a vallást, akkor abban a pillanatban elvették az igazságunkat is. És érdekes, hogy sem az ember nem lehet meg az elődei nélkül, sem pedig a lélek nem lehet meg a léten túli nélkül. Elszárad. Egy végtelen üresség tátong benne. És mivel ez így van, ezeken keresztül manipulálnak, aki visszamutatja nekünk a jelet, mivel mi az ífeszítő népek örökösei vagyunk, lelkes nép. Ha egy test, egy lélek áll össze, pillanatok alatt végig söpör a világon. Ezért kell egy folyamatos ellelketlenítésbe, apátiába tartani. És ennek a módja, mondom azt, hogy visszamutatják a jelet, és a televízióknál is így van ez. Radikalizálódnak, mindig csinálnak egy radikálisabb tévét, amiből azt hiszi az egyén, hogy vele van. De az csak arra van, hogy vezéreket gyártsanak. Nem tudom, hogy érthető-e, amire gondolok. De hát mondjak példát, nevesítsek is. Szeretnék? Mondjak? Jó, mondok példát. Én azt gondolom, hogy ez játszódik le mondjuk Morvai Krisztina esetében is. Miért neki kell megmondani az, ami nekünk fáj? És tudják, hogy van ez, hogy egy picit kell arrébb rakni a vágányokat, és sose jutunk már oda. És ezt ők gyakorolják. Erre szoktam én mondani, hogy nem mind magyar, ami fénylik. Hogy egy történelmi példát mondjak, 500 éves példa. 1565. június 22-én Szent László sírját nem a török, nem a tatár és nem a Habsburg rombolja szét, hanem a Szűzanya országában. Ugye a Szűzanya választott vitézének a sírját, azt János Zsigmond magyarjai rombolják szét, egy olyan vitéznek, akinek egyébként a 14. századtól kezdve a határmenti templomokba festik föl, szinte körülkerítésként, mágikus védelemként a Kellési csatájának, ugye az 1068-as Kellési csatájának az emlékét, ahol ő megszabadítja a váradi püspök lányát a Képes Krónika szerint, de a Képes Krónika, 1358-as Képes Krónika téved, mert ugye váradi püspök lányát nem szabadíthatta meg, mert Váradot ő 1092-ben hozza létre, és még csak 1068-ban járunk. De ezeket az Anjou legendáriumban pedig ugye magát, a Szűzanyát szabadítja meg, és ennek a vitéznek a képét, sírját, ami Szent Királyunknak a sírját, el lehetett romboltatni magyarokkal azon a címen, hogy három része szakad ugye az ország, már rosszul érünk, rosszabbul érünk, és akkor elhitették vele, hogy Isten és a magyarság nevében érdemes elpusztítani a saját történelmét. Hát velünk ezt csinálják. Úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy baloldali sajtót,
azt nem olvasunk, jobboldali sajtót pedig úgy olvasunk, mint a szocializmusban, a sorok között. Nem tudom, hogy érthető-e. És még majd lesz még radikálisabb tévé is egyébként, mert ugye ez, erről is ki fog derülni, hogy ez nem velünk van. És az összes többi az csak arról szól, hogy egyes arcokat oda vagy azért hívnak, hogy hamis vezéreket gyártsanak, vagy azért hívnak, hogy hitelesítik az egyik a másikkal. Itt az a kérdés, hogy ki használ kicsodát. Mert ugye addig, amíg az ember el tud jutni több emberhez, addig érdemes elmenni. De egyébként én mondjuk híres nemetmondó vagyok, úgyhogy többször mondtam már nemet ilyen tévés dologra. De az tény, hogy a másik hely pedig, ahova be tudtam kerülni, az a Duna TV, a Kívánság Kosár című műsor, Bangó Margit, és... De legalább bekerült most, szóval az is eredmény. És ami a legszomorúbb volt, és akkor most már befejezem ezt a kitérőt, hogy valójában a magyar nemzet, jobboldali sajtó, a magyar nemzet még fizetett hirdetésként sem volt hajlandó, pedig kifizettük volna neki a konferenciát meghirdetni. Tehát meg akartuk venni az oldalt, és nem engedték meg. Ezt nem szabad. Arról szabad beszélni, hogy 30 évet ért vissza, főleg ilyen kis vitézek beszélgetnek róla. Ez úgy meg van engedve, mert előbb-utóbb amúgy is elő kell venni a történelmi alkotmány kérdéskörét, mert ugye az, ahogyan most élnek, az 60 éve van. És azt a hatalmas nagy vagyonmozgást, ami itt megtörtént, mert ugye az kétségtelen tény, hogy 45-től államosítottak. 45 előtt a termelőszférában 60% volt a magántulajdon, és rendszerváltás előtt 1988-ban, ezek tényszámok, 92,9 volt az állami tulajdon. Azt tűnt el privatizáció címén. Ugye a privatizáció szónak nem véletlen, hogy a latin gyöke az a privo ige, ami annyit jelent, hogy fosztani. Szóval ezek fosztogattak, nem magánosítottak. És ugye ez mind eltűnt, és közben az államadósságunk megtízszereződött, sőt van olyan adat is, hogy meghússzorozódott. Nem tudom, hogy érthetően. Most ez mind ebbe az új jogi környezetbe történt, amikor nekünk írott alkotmányunk van. De most erről se fogok beszélni, mert egy másik előadást tartanék meg. Tehát, visszatérve, majd kívánság legközelebb. Lehet, hogy fogok kitérni még azért előadás közben ezekre a témakörökön. No, tehát a lényeg az, hogy ott tartottam, hogy földrajzilag úgy képzeljük el, hogy az Ordosz vidéke, ugye ez tulajdonképpen a kínai nagyfal biztos mindenkinek megvan, ugye? Akkor a Bajkáltól, Altáj, Minuszinszki medence, Szaján, aztán utána Arató, Oxus és Jakszártész, ugye ez a Amudarja és Szirdaljának a neve. Ugye aztán lejjebb is egy kicsit, ugye ott Tiria tepe az a Hindukus lábánál van, és aztán Fergana, az pedig a Pamir és a Tien Shan között van, és aztán megyünk megint nyugatabbra, Amudarja és ugye Kaszpi-tenger között van a Karakum, ugye annak a legnagyobb városa, oázis közepén ugye Merv, aztán talán tudjuk, hogy a Kaukázus északi része, majd ugye a Fekete-tenger, Azovi-tengernél ugye a folyó Kubán, Don, Nyeper, Nyeszter és a Kárpát-medence. Most ezen a területen egy egységes kultúra alakult ki, ami a szkítáktól egészen a mai napig valamilyen módon megőrződött. Ezt fogjuk most majd bizonyítani. Egyébként több momentumon is elindulhatnánk, és azt gondolom, hogy egy előadás kevés is ahhoz, hogy bebizonyítsam azt, hogy mi lelkileg tényleg az ífeszítő népeknek az örökösei vagyunk. Mert hát például a szarvaskultusztól kezdve egészen, majd meglátjuk, ahogyan a magyarság határozza meg önmagát, az tipikusan megfelel annak, ahogyan a szkíták határozták meg önmagukat. Most a szkítáknak a megjelenése, mondom úgy írott adatokból, a 7. század, 8. századtól Krisztus előtt nagyon jól követhető, és ugyanakkor 9. században már is tudunk már megjelölni, hát szkíta anyagokat teljes pontossággal. Itt például nem is akárhol, hanem a Kaukázusnak a déli részén ez a Szibije lelet,
amely Godárnak a 9. század egy részkádban találtak rengeteg aranytárgyat, egyébként széthordják, és majd Gisman ugye fogja összeszedni ezeket a kincseket, és ezeknek az idejét ez Krisztus előtt a 9. századra teszik. Most ezekre a kultúrákra egyébként jellemző például olyan tárgyi anyag, mint például az üst. Majd meglátjuk, hogy ennek milyen jelentősége van. A üstöt a Minisinszki medencében például 75 darabot találnak, aztán utána találnak Ordosznál, találnak Mongóliában, találnak ugye a Don, Kubán, Dneper vidékén és a Kárpát-medencében is, és a Moldvában is. Na most ez ráadásul jellemző a szarmatákra és a hunokra is, az üst, mint tárgyi anyag, tehát ez azt jelenti, hogy egységes kultúrával állunk szembe. De ugyanígy elmondható például a halmos kurgános temetkezésről is, hogy egységesen kimutatható az ífeszítő népeknél. Gondoljunk abba bele, és ezen majd végig is megyünk, hogy mit jelent a kurgán, gondoljunk abba bele, hogy Noyonul, az ázsiai hunoknak a területe és ideje már, Krisztus előtt a második század, ott 212 kurgánt tartanak számon. Most ezeket a kurgánokat egyébként, mondom, hát egészen az Altáj vidékén is meg lehet találni. Mindjárt megbeszéljük, hogy miből és hogyan állnak. Még annyit elmondanék, hogy talán a legfontosabb számunkra Közép-Ázsia, mert ugye itt nem messze Korenszt, amiről a krónikáink is megemlékeznek, és a Ferganát is említettem már, a Pamír és a Tien Shan között, ahol viszont majd a kidariták, illetve a heftarita hunok jelennek meg. Egyébként ugye a Tiria tepe fölött pedig Issyk-Kul, majd innét vetíteni fogok Issyk-Kurgánból képet, ez Krisztus előtt 5. század, a Tiria tepe pedig ugye ez körülbelül a kusánoknak a temető helye, amit találnak ott templom erődött, 7 sírt találnak, a 4. sírba egyébként a kusán birodalom, mint mondom, Krisztus előtt 110-100 környékén jön létre, és a 4. sírnál egy férfit találnak, aki 185 centi magas, amúgy és lókoponya és lócsontok voltak mellé temetve, mint a magyar leleteknél. Elmondható az is, hogy ugye majd első uralkodók, híres uralkodók első Katfiszész, és a leghíresebb Kaniska, aki hát majd meghódítja Indiát is, és ő Krisztus előtt körülbelül bizonytalanak vagyunk azért az ő uralkodásának az időszakába, vagy Krisztus után 78 környékén uralkodott. Most ő a birodalom központját Szogdiánából majd ugye Indiába helyezi át. Egyébként itt egy nagy kulturális keveredés jön létre Nagy Sándor hordítása után, aki ugye 336 és 323-ban között tevékenykedik, majd utódja Szeleukosz 312-ben meghódítja Perzsiát, 300-ban meghódítják Szíriát, és görög városokat építenek ezeken a területeken, innét szakad majd ki Baktria, és innét szakad ki a kusán birodalom is. Ezért van az, hogy itt tulajdonképpen azért izgalmas, mert szinkretizált vallások, tehát vallások egymásba érnek. És azt majd lehet látni az én előadásomból, hogy nagyon úgy tűnik, hogy a kereszténységhez nekünk van a legtöbb közünk, de nem úgy van az, ahogy eddig tanították nekünk, hogy pogány és keresztény ellentét lenne. Nálunk nagyon úgy tűnik, hogy mi ahhoz a fajta hát lelkülethez tartozunk, amiből kinőtt maga a kereszténység. Valójában az Isten elvetette egy magot, elkezdett növekedni, szárba szökkent, virágba borult, és amikor Krisztus megszületett, meghozta a gyümölcsét. Nem úgy kell elképzelni, hogy ugye itt fajta ellentét. A zsidó kultúrában igen, ott van pogány és keresztény. A nyugati kultúrában van értelme pogány és kereszténynek a megkülönböztetése, de ífeszítőknél nincsen. Ífeszítőkhöz tartoznak egyébként nagyon egyszerűen, hogyha meghatározzuk, például a szkíták. A szkítákról is tudni kell, hogy ők több népet jelöltek meg, mint ahogy a hun is. Nem sorolom fel az összes ífeszítő névet, mert csak a lényeges avar magyar. Ugye a hunoknál is tudjuk, hogy rengeteg népből állt. Hogyha én Attilának a birodalmát elkezdeném, hogy mely népekből állt, elkezdeném felsorolni, holnap reggelig itt maradnánk. Hát csak néhányat, ugye, alánok, alemánok, herulok, szkírek, szuévek, markománok, vádok, ripuári frankok, ugye a gótoknak egy része, tehát egész egyszer akacírok, jazigok, föl se soroltam az összeset. Ezeket mind
hunoknak tekintették, hiszen íjat feszítettek, ugye, de ezek különböző népek, és egyébként a magyar is egy gyűjtőfogalom, Hungáriának nem véletlenül volt az örökös, az utolsó ilyenfajta együttélés volt a régi Magyarország, aminek az égi jele volt maga a Szent Korona. Na most ugye, még annyit szerettem volna a kusánokkal kapcsolatban elmondani, hogy ott a koponya torzításnak nagy jelentősége van. Tília tepébe is a hatos számú sírba, ott találnak egy torzított fejű koponyát, hölgyet. Egyébként az 50%-a a kusán lelet anyagoknak ilyen jellegű, és látjuk, hogy a hunoknál is meg lehet majd találni, és ez csak annyit szeretnék mondani, hogy valami szellemiséggel kapcsolatos szertartással függött össze, erről majd fogunk beszélni az előadás későbbi részében. Na most, ugye valójában a második évezred környékén jutnak el ez az andromovi kultúra föl az Altáj, Szaján vidékére. Ott kurgánokat találtunk, nagyon sokat, pazirik, baszarda, akkor béreli, szívé, ezek mind kurgánok. Itt egyébként köves kurgánt lehet találni. Hát, hogyha akarunk egy picit vetíteni, akkor a legutolsó képre mész, a 17-es, az egy általános kurgán legutolsó, igen az. Az egy általános kurgánnak a képét, hogy nagyjából hogyan néz ki egy kurgán. Ha bemutatja, nem mutatja. De. Tehát nagyjából látjuk, hogy alul található a sírkamra, ugye fölül ez a halom, és alul egyébként elmondanám, hogy itt az írott anyagban is ugyanazt találjuk, amit egyébként a régészeti anyagban. Amúgy pazirikban, ami az előbb szóba került, ott köves kurgánok vannak, azoknak a magasság olyan 2 méter körüli csak, de a kurgánok között azért ismerünk 22 méter magasat is, ilyen az ógusz kurgán, hatalmas méretekkel állunk szembe. Ugye maga, látom már valami gond van, ugye maga, az írott anyag például a Herodotosznál megtalálható, ugye a 4. könyvében leírja, hogy hogyan temetik el a szkíta királyt. Aki egyébként vallási vezetője is volt ennek az ífeszítő közösségnek, és leírja azt, hogy amikor meghal a szkíta király, akkor elkészítenek egy négyzetes sírkamrát, ez így is van. Elkészítenek egy négyzetes sírkamrát, majd utána mumifikálják a holttestet. Ez nagyon érdekes dolog, mert tényleg így van, például pazirikben is, majd vetíteni fog testet, persze pazirikben még annyit érdemes megjegyeznem, hogy ott az is segített, hogy minden megmaradt szinte, mert ugye kettős faluak voltak ezek a négyzetes sírkamrák, fából készültek, nem ritkán 300 rönköt is felhasználtak, és amikor sírablás történt, ez az 5. század, 3. század közötti időszak Krisztus előtt, akkor a beáramló víz, ugye az öröktél birodalmában nagyon gyorsan megfagyott, és még rásegített erre, és a szerves tárgyak is megmaradtak. Hát olyan női csizma maradt meg, hogy az ember ránéz, és azt mondja, hogy milyen gyönyörű és érdekes a világ, 2500 évvel is ugyanolyanok voltak a nők, mint most. No, mindegy, de ezt a csizmát most nem vetítem, mert úgyis azt mondták, hogy keveset vetítsek. Na most visszatérve, tehát igen, itt még annyit az Altájban úgy mumifikáltak, hogy a csontvelőt ki szívták a csontokból, és nagyon különleges módon azután kezdik el tulajdonképpen romlatlanná tenni ezt a testet, mert ez a test romlatlanná válik. Na most ugyanezt írja le Herodotos, mert azt mondja, hogy fölvágják a testet, és aztán ánizsal, zellerre és különböző szagos füvekkel kitömik, majd újra összevarják. És ezután elkezdik utaztatni szekéren a holttestet, nagyon érdekes, és más népekhez, tehát más szkíta népekhez, ahol megvendégelik a holttestet. Egyébként egyszerű szkítánál azt írja Herodotos, hogy 40 napig utaztatják a testet, ami azért nagyon érdekes, mert ez a ősi tudásnak a felmutatása, hogy valójában az emberiség azt tudja, hogy a halál után a lélek 42 napig itt tartózkodik a holttest körül. Ugye ezt tudja az egyiptomi halottas könyv, azt mondja, hogy 42 bíró előtt kell elvonulnia a léleknek, hogy az örök fényességbe eljuthasson. De ugyanúgy tudja a tibeti misztérium is, a Bardo Tödol, a köztes lét könyve, amelyik elmondja, hogyha valaki ideje korán halna meg, ugye és a lelke éretlen arra, hogy felfedezze az örök fényességet,
ugyanis a halál pillanatában a lélek az képeket visz magával az életből, és ezek megzavarhatják, és visszazuhanhat a születések körforgatagába. És az ilyen lelken lehet segíteni, méghozzá úgy, hogyha a mestere, vagy pedig a közeli hozzátartozója felolvassa a szent könyveket a holttest mellett, és lélekvezetést tart. Ugye, de ez csak 42 napig lehetséges. Egyébként ez arról a tudásról is beszél, amit a kereszténység is elmond, hogy in principio erat verbum, hogy kezdetben vala az ige. Minden, ami a fizikai világba leér, fény és hang alapján érkezik, és amikor valami távozik, fordított a folyamat, elmegy először a fény, de még a hangi minőség itt van. Amúgy azt is tudjuk, hogy hol ül a lélek az első három napban, a fejnél ül, mert ugye az első három napnak a kulcs szereplője a felismerés, hogy felismerje a lélek, hogy nem azonos a testtel, ezért is bábszerű a test nálunk, ugye a halotti maszk is erről beszél, és ugyanakkor, hogy felismerje az örök fényesség felé vezető utat. Na most ugyanez a 40 nap jön vissza majd a nagybődbe, ugye mert 6x7, 42 nap, mi akkor megyünk át a halálon, és utána egy konszurrekcióba, egy közös föltámadásba feltámadunk Krisztussal. Tehát ez egy ősi tudás. Na most miután megérkezett a test, ahol test írja Herodotosz, ugye megvagdalják magukat, bal kezükbe nyilveszőt szúrnak, fülüket megvagdalják, egyébként ezt ugyanígy a hunokról is leírják, Attila temetésénél is leírják, és majd utána, miután a nagytor befejeződött, eltemetik a holttestet, persze van arra is adat, hogy majd pár napra rá, 40 napra rá, hogy eltemetik, jönnek össze a nagytorra, és a lényeges az, hogy a négyszögletes sírgödörbe leeresztik, és lándzsákat szúrnak, négy lándzsát, és fölé raknak egy tetőt, tulajdonképpen így képeznék magát a sírkapnát, írja Herodotosz, és utána versengve halmot emelnek. Most hát ezt találjuk meg, valójában tényleg halmot emelnek, és mondom, hát ez egészen fönn az altárban is így van, itt tovább az ázsáni kurgán a legnagyobb. Pazirikban annyit mondanék el érdekességként, hogy ott mivel ugye a jég konzerválta az összes szerves anyagot, hát tudjuk nagyon jó, hogy ezekben a kurgánokban lovat és az ember társait is eltemették. Ez így volt egyébként, mondjuk az altárban nem, érdekes módon, amikor a kínaiak, illetve tovább a 8. századi Krisztus előtti időszak ez, amikor a kínaiak is temetnek el szolgákat, illetve embertársakat, mert egy test, egy lélek, egy szív, az tulajdonképpen ez a gondolat érvényesül ebben. Most ugye Pazirikban, például az egyes számú sírban, ott 10 aranysárga és pejlovat temettek el, és itt kiderült, hogy ezek hatalmas lovak, tehát nem kicsi mongoloid lovakkal állunk szembe, hanem ezek ferganai, iráni, baktriai nagy lovak, és arról még nem is beszélve, hogy megmaradt az is, amit ettek, és kiderült, hogy zabot és nemes takarmányt ettek, tehát istálozó állattartással állunk szembe. Egyébként a lóáldozat az olyan mértékű volt, és ennek majd jelentősége lesz, hogy például az Ulszki aulnál, ez a Kubán vidéke, ott az egyes számú fejedelmi sírnál 360 lót temetnek el. 360 lovat temetnek el. Amúgy megjegyezném, csak úgy érdekességképpen, hogy sem a perzsák, sem a görögök, sem pedig ugye az asszírok nem ismerték a nyerget. A nyereg az a szkíták találmánya, ahogyan a kengyel pedig a hunoknak Krisztus előtt a második században a találmánya. Tehát az kétségtelen, hogy mi lovas nemzet vagyunk, de másképp is ki fog ez derülni számunkra. Egyébként a szkíta nyergek azok nem hasonlít, tehát nem oldaldeszkásak, mint az avar és a magyar, inkább egy kicsit a hun nyerekhez hasonlóak, bár Béreliben van, tehát van mód arra, hogy nyeregtakarót akasztanak rá magára a nyeregre. Van egy kis kápa, amire ezt fel tudják az ott talált leletekben megtalálható, majd fogok ilyet is vetíteni. Na most a lényeg az, hogy itt ezekben a kurgánokban általában, mondom, lovakat temetnek, találnak üstöket, jellemző leletként, rengeteg aranylemez, rengeteg aranytárgyat, ritont, ugye boranforrákat találnak, szekereket temetnek el, csak úgy, és csörgőket, és rúd díszvélyeket találhatunk.
azt, hogy milyen mértékű munkát végeznek el, arra csak két példát mondanék. Hát len a Kubán környékén, egyébként azon a részen tényleg a folyók által szokták besorolni a kurgánokat, mert annyi van. Tehát a Kubán, a Nyeper, a Don, a Krim félsziget, és a Nyesztertől a Kárpát-medencéig szokták ez a Fekete-tenger azok vidéke meghatározni a kurgánokat. Hát a Kubánnál található az Újszki, a Aul nevű, a Kostromskaja, amit majd vetíteni fogok, kurgán, vagy a Héttestvér kurgán, Balsojul, aztán a Dnyepernél a Tolstaja Mogila, a Gajmanova Mogila, Csertomlik, na most, és még sorolhatnám Szoloha. No hát, hogy milyen méretűek voltak ezek a kurgánok ezen a részen már, mert itt nem 50 méter is az átmérője az egyes kurgánoknak is 2 méter a magassága, mint a kőhalmoknál fönn az altárban, hanem itt hatalmas földhalmokkal állunk szemben. Hát először is az, hogy valóban tor történik meg a temetéseknél, azt mi sem bizonyítja jobban, hogy a Tolstaja Mogilának nevezett kövér sír egyébként magyarul kurgánban, ott a föld felszínén képzeljük el, hogy 6500 tonna húsnak megfelelő maradványt, csontmaradványt találtak. Egyébként az egész sírban 13 tonnának megfelelő húst, mert visszaszámolták a csontmaradványokból, húst helyeztek el, illetve fogyasztottak el a tor folyamán. Aztán utána, hogy a kurgán méreteire utaljak, a Csertomliki kurgán, ez a Dnyeper mentén van, a Dnyeper megvan ugye mindenkinek, mindegy. Nyikopoltól 20 kilométerre található, az már biztos nincs meg mindenkinek, Nyikopoltól 20 kilométerre található ez a kurgán. Most képzeljék el, ez azért különleges, mert 1863-ban ásták meg először, és utána mód volt arra, hogy 1981 és 86 között újra megássák a kurgánt. És ekkor derült ki, hogy hogyan készült. Képzeljék el, hogy gyeptéblákból készült, és 1 köbméter föld a kurgánból, az 270 gyeptéglából állt össze, és az egész kurgán földtömege 75 ezer köbméter földből állt, aminek, hogy elkészülhessen, 75 hektár földet kellett föltörni. Hát ez óriási munka. Volt a kurgán körül egy kőkerítés, amelyben 8000 tonna követ használtak föl. Egyébként maga a kurgánnak a mérete, az 330 méter volt a kerülete, 130 méter az átmérője, és 20 méter a magassága. Egyébként ez nagyon hasonló az Ószajlai lánál található kurgánhoz, amelyről egyébként az ott élők úgy tartják, és ez sokkal valószínűbb, hogy Attila sírja esetleg lehet, mint hogy ugye Attila palotája lenne Tápió Szent Mártonon, ott inkább baromi jó fogyasztói őstörténetet sikerült csinálni, de a helyzet az, hogy mert egyébként itt sírok közelében van, ugye a sírok az ember érzékel is, és a méretei egyébként megegyeznek a Csertomliki kurgánnal, és úgy tartják, hogy az ott élők a mai napig, hogy ott oda temették Attilát. És azt tudjuk, hogy Attilának a temetésénél nincs folyóba temetés, majd mindjárt elmondom, hogy miért tudjuk, mert éppen az ő példáján megyünk tovább, hogy folyamatos volt ez a hagyomány, és arra szeretnék rávilágítani, hogy miért, hogy minek volt ennek a jelentősége, mert a végén megpróbálnánk elemezni azt is, hogy milyen misztérium áll amögött, hogy ilyen kurgánokat emelnek. Na most, és hogy meddig lehet elvinni ennek a kultúráját. Most a lényeg az, hogy egyébként, mint mondom, Csertomliknál nagyobb kurgánok is vannak, hát a Szoloha, vagy az Oguz, mint mondtam, az 22 méter magas volt, a Szoloha kurgán az 140 ezer köbméter föld van benne. Egyébként annyit még megjegyeznék a lóáldozatoknál, hogy ugyanúgy verik agyon, ahogy a honfoglaló magyarok egy éles hegyes csákánnyal ütik fejbe a lovat, ugye ez is érdekesség talán számunkra. Most mondom, hogy ez tovább megy ez a kultúra, ugye a hunoknál is, mert tudjuk nagyon jó, hogy Attilát hogy temették el. Ugyanis Jordanes elmondja nekünk, Jordanes a Gétikában, ugye ő gót történetíró volt, ugye Krisztus után az 551. évben tevékenykedik, és ő valószínűleg Piszkosz Rétort használja
Attila temetésének leírásakor, mert valójában ugye ő meg is említi, amikor erről beszél, hogy hogyan temetik el Attilát, előtte pár szóval sorral Priscoszt, hogy Priscosztól értesült bizonyos dolgokról. Priscosz rétor az 448-ban Attila udvarába személyesen is járt. Ugye kelet-római követként, és ő a tudását 8 könyvben írja meg, ezekből csak töredékek maradtak meg, de az a töredék, amit éppen Attila udvarában járt, az ránk maradt. Most a helyzet az, hogy Jordan ezt a következőket írja le, hogy Attilát úgy temetik el, hogy ugye halála után egy széles mezőn, egy selyem sátor alatt fölravatalozzák a testét. És ezek után egy nagyon különleges szertartás kezdődik el, mert azt írja, hogy electimissimi equites. Azt mondja, válogatott lovasok, modum circensionum, azt mondja, hogy cirkuszi módon körbelovagolják a holttestet, és tulajdonképpen eljátsszák a csatáit. Oda föl vannak gyűjtve egyébként a fegyverei. És az emberbe ez szöget üt, mert a helyzet az, hogy ők valójában, ha én magyar nyelven közelítek el ezt a kérdéskörhöz, támadásban vannak. És ezt elmondanám, hogy nagyon úgy tűnik, hogy, ki lehet mutatni, hogy valójában van valami olyan hiedelem, és ezért is van értelme romlatlan testet csinálni, hogy valójában ezek a hősök, akik megszentültek, valójában nem haltak meg. Ezért is van, hogy például a magyar kultúrában emlékszünk rá, hát Csaba Királyfi vissza tud jönni, vagy Szent László 1345-ben megsegít minket a tatárokkal szemben. Vajon mi lehet ez az oka, hogy újra és újra újjá tudnak születni? Na most ugye még valamit érdemes elmondani ezzel kapcsolatban, hogy ha támadásban vannak, az a mi szavunkban az tényleg feltámadást jelent, a mi nyelvünkben. Hát tudjuk, hogy a Erdélybe a napkeltére azt mondja a széke, hogy naptámadat van. A feltámadásra az, hogy támadat van. És amikor mi csatába mentünk, támadásba, Jézus, Jézus, Jézus kiáltottunk, és a feltámadott velünk volt. Támadásban voltunk. Ez egy nagyon érdekes, hogy eljátsszák a csatáit valójában. Támadásba kerül. És utána, miután ez megtörténik, elkezdenek egy dalt énekelni. Moravcsik Gyula egyébként azt állította, hogy ez az egyetlen egy megmaradt hun dal, aminek a szövegét ismerjük. A dal nagyjából egészében erről szól, hogy szintén az a végeredménye, hogy Attila nem halt meg egyébként. Nagyjából egészében úgy arról szól, hogy Attila nagykirály, Mundzsuk fia, aki egyébként a Szkítiának és Germániának uralkodója, és valójában a mindkét császár fölött is uralkodik, mert el nem pusztítván őket, megkegyelmezve nékik adót szedett tőlük. De mindkettő fölött uralkodott. Egyébként ezen a ponton álljunk meg egy pillanatra, és én fel szeretném hívni a Hungáriával való, mert mi nem azért vagyunk Hungária, mint ahogy Zsoldos Attila elkezdte nekünk magyarázni, ugye ő azt talán láttuk a MTH történeti osztályának vezetője, Glac Ferenc nagy kedvence, ugye itt a Onogurból próbálta fejtegetni, csak az a Onogur is ide tartozik különben, az ífeszítők közé, de teljesen mindegy. De a Hungária név az sokkal inkább utal arra, hogy bizony egy ilyen ífeszítő birodalomnak az utolsó örököse volt a magyarság. És én nekem van egy gyanúm, persze ezt igazából bizonyítani nem lehet, de gondoljanak abba bele, hogy a Szent Korona, majd elmondom, hogy miért, hogy a Szent Koronának ugye van két feltűnően elkülönülő része, amit ugye úgy neveznek most, hogy korona gréka és korona latina. De nem azért különbözőek, mert külön készültek volna, hanem úgy tűnik, mintha azt fejeznék ki, hogy a magyar király az katolikus. A katolikus szó az azt jelenti, hogy egyetemes. Tehát mindkét irányba van a hatása, és Magyarország apostoli királyság is volt. Csak annyit mondanék még el, hogy Számva Szent Demeternek, ami görög-keleti, Györfi mutatja ki, Györfi György, hogy ugyanolyan kiváltságai voltak, mint Pannonhalmának. Tehát nálunk az egyház szakadás, ugye 1054-ben valójában nem következik be. Hungária, Magyarország. És nagyon érdekes dolog, hogy azt talán tudjuk, hogy Veszprémi István orvosprofesszornak a 1790-es nem is felfedezés, tehát ő olvassa ki a hátsó három lemezt.
Ugye, és azzal datálták a Szent Koronát, hogy ugye Dukasz Mihályt kiolvassa, aki 1071-től 1078-ig uralkodott, az ő társcsászárát Kónt, ugye valóban Konstantin, mert Kón van csak fölírva egyébként, na mindegy, tehát az ő társcsászárát, vagy ő neki a fiát, akit szintén Konstantinnak hívnak, és kiolvassa Geobicászként, nem Geobic despotészként, mert úgy is szokták olvasni, mert a Geobic despotész az Géza fejedelmet jelentene, kiolvassa Géza királyként, első Géza királyunként, aki 1074-től 1077-ig uralkodott, és akkor azt mondták, hogy na, ez a terminus posquem, ennél korábban a korona nem készülhetett. De azt tudjuk, hogy a három lemez, az nem volt rajta a koronán. Kettőt egészen exakt módon tudunk bizonyítani, hogy nem volt rajta, és a Géza lemez az, amelyik ugyan méreteiben megfelel, de őnála ugye a következetes tekintetrend, amelyik az abroncson, amelyik a pantokrátor, tehát a homlokzati pantokrátor felé tekint, az nála megborul, és egyébként az ábrázolása is teljesen eltérő az összes abroncson látható képtől. Tehát valószínűsíthetően ő sem volt rajta. Ha viszont megtartjuk ezt a logikát, akkor azt a döbbenetes eredményt kapjuk, hogy ugye meg kell nézni, hogy kik az utolsó élő személyek, akik rajta vannak a koronán, és bizony azt látjuk, hogy Szent Demeter, Szent György, és Szent Kozma és Szent Damján az utolsó élő személyek. Na most ők mindannyian Krisztus után 303-ban szenvednek vértanul halált, ami elben lehetővé teszi, hogy mi a 4. század második felétől a Szent Koronát jelen valóvá tételezzük föl. De ezzel nem bizonyítottuk, hogy jelen van a Szent Korona, csak elben nem kizárt, hogy az az emberiség egyesítés, amit most az EU Isten nélkül akar megcsinálni, az akkor már Attilánál megtörténik. És a Hungária erre is emlékeztet bennünket, és talán ez a korona kifejezheti. A problémánk egyedül az, hogy nem tudjuk, hogy 700 évig hol van a korona. Tehát az, hogy első Ottó levette volna, hogy Áhenben, sírból vette volna ki, ez nem igaz, ez semmilyen forrás nem mondja, ez sajnos egy kitaláció. Egész egyszerűen nem tudjuk, hogy 700 évig hol van, ez okozza a problémát. Most visszatérve, azt mondja, hogy mindkét császárt hódoltatta, majd nagy boldogságban, nem ellenség kezétől, nem az övé járványitől tulajdonképpen távozik el Attila is, visz, ergo hum dicat exitum quem nullus estimat vindicandum. Ki mondaná ezt halálnak, ha senki nem gondol bosszúra, mondja ugye ez a szöveg. Tehát már megint csak az, hogy nem halt meg. És utána azt mondja, hogy hatalmas stravát tartanak, azaz tort tartanak. Ugye itt is lehet érezni, hogy valami élelem, élelem, élelem. A mi nyelvünkben az élelem az valami életadásnak a megjelölője. Ugye? És utána azt mondja, hogy az éjszaka leple alatt hatalmas halom alá rejtik el a testet. Tehát rejtezésben van. Ugye a mi nyelvünkben a rejtezés az révülést is jelent. Tehát halom alá rejtették, annyi, hogy a folyóba temetés az úgy Ipoinál, különben Allárik 410-ben őról a Jordanes azt írja, hogy leírja ezt a folyós történetet, ez kerül talán Ipoihoz, Ipoitól Jókaihoz, Jókaitól Gárdonyihoz, és ugye ezt Móra Ferencre is fölhívta már a figyelmet, és így terjed el. Valójában a Piszkoszkori, tehát Jordanes, ha Piszkoszt használta, vagy Cassiodorus, mindegy, mert ugyanúgy az a korszak, ott a halmos temetkeztetés szerepelhetett. Most az, hogy hogyan jön el ez egészen a magyar hagyományig, azt gyönyörűnek lehet tekinteni. Kessék elképzelni, hogy azt nem értem, hogy 1950-ben felgyűjtenek egy hőséneket. 1950-ben. Nagy Ivánon, Vardas Lajos. És ebbe a hősénekbe pontosan le van írva, hogy hogyan temetkeztek. És megértjük azt is, hogy itt valami nagyon mély kultuszról van szó. Egyébként azt tudni kell, hogy a szkítáknál a hősök épp úgy, az ősök épp úgy jelen vannak, mint nálunk. Ugye, csak egy példát mondok, amikor Dareiosz 512-ben le akarja rohanni a szkítákat, akkor egyébként ugyanazt a harcmódot alkalmazzák a szkíták, mint egyébként majd a magyarok később is. Engedik a területre be. Fölégetik mindazt, és eltüntetik, ami ehető, és valójában azt se tudják a perzsák, hogy merre járnak. És akkor ezt ugyanúgy megcsinálják a magyarok is. És akkor annak idején, és akkor egy idő után Dareiosz üzen a szkíta uralkodónak,
hogy már pedig ne fusson előre. És akkor a szkita uralkodó visszaüzen, és ez egy nagyon érdekes dolog, mert valahogy azt értik félre, hogy nekünk ugye, ahogyan nem lehet a föld eseti, emberi, romlandó tulajdonás alatt nálunk, hiszen az égbe fölajáltatott. Ugye ebből a földből csak az kaphat, akinek a szívében olyan honszerelem virágzott, hogy ezért a földért és ezért a közösségért akár az életét is áldozta. És úgy tartották, ugye a magyar föld az vérrel, éppen ezért vérrel virágzik, hiszen klasszikus esetben vitézségként lehetett kapni. Ugye vitézségről meg Zrínyi mondja, hogy virtus vulnere viret. A vitézség vérrel virágzik. Most a helyzet az, hogy ezt a nemes jelenlétet annyira értékelték, hogy amíg egyetlen egy csepp vér is jelen volt, abból a szív, annak a szívnek a szeretetéből, amelyen ez a vér áramlott át, bármi távol is legyen, oldalágon fiú leszármazott, addig neki kellett az örök létet megőrizni a jövendő nemzedékek számára. Mert ebből a földből ugye a léten túl iradjuk vissza, aki a Kárpát-medencéből bír egy darabot, a Szent Koronából bír egy darabot. Így nálunk a vér és az idő összekötődött. Ezért van az, hogy a magyar föld él. Ezért van az, hogy ugye lehetne úgy földrajzot tanítani, hogy én történelmet tanítok. De lehetne úgy történelmet tanítani, hogy én földrajzot tanítok. Hát Szolnok, Doboka, ezek a mi hagyományunk szerint élő személyek voltak. És sorolhatnám, mert nálunk van értelme, hogy a nemesről kapja a föld a nevét, és a földről kapja a nemes a nevét. Hát ezért van az egyébként, hogy akik asszimilálódni akartak, azok föltétlenül földrajzi vezetéknevet vettek föl. Hát a székely nevet is azért kapdosták, mert azoknak kollektív nemessége volt. És ezért van az, hogy a mai nap, ha valakit székelynek hívnak, akkor 4 székely nevűből 5 biztosan nem székely származású. Most már nem akarnak asszimilálódni, úgyhogy dobják vissza a neveket, de mindegy. Tehát a lényeg az, hogy most ez azt is jelenti, hogy mivel követték a vér útját, a vér és az idő összekötődött nálunk, mindaz jelen van, aki valaha ide született és ide születni fog. Ugye ezért, tulajdonképpen ezért is forgalomképtelen a föld, mert egyrészt az Úristen jelenléte ragyog át vissza belőle, és hogy nézne meg ki hitelt felvenni az Úristenre, másrészt pedig ugye hogyan adhatta volna el a földet, hogyan adhatta volna meg el a megélhetési alapját annak, aki majd három ízzel később születik le. Ez különben 1000 évig minket gyönyörűen megtartott. Most a lényeg az, hogy a szkíta király Dareiosznak azt üzeni vissza, hogy hát nem bírunk olyan városokkal, mint ti. A földre se úgy tekintünk, ahogyan ti. Miért harcolnék ellened? De csak találd meg őseim sírját, és gyalázd meg azt. Meglátod majd, hogy mivel és milyen nyilakkal kerülsz te szembe. Tehát egész egyszerűen az ős tisztelet már ott is óriási erővel van jelen. És tényleg nálunk mindaz jelen van, aki valaha ide született, és oda születni fog. És hogy tud átjönni? Hát ez a nagyobjáni hősének nagyon szépen elmondja. Ismeri a szkita hagyományt, és ismeri azt, hogy hogyan temetkeztek el ennek idején, és ezekből a halmokból hogyan lesz új élet. Mert úgy kezdődik. Azt mondja, hogy hallottad-e hírét a kis cserepesnek? A kis cserepesnek és Szent Margitának, a Szent Margitán lakó Vörös Juhászpának és az ő fiának, a Vörös Jóskának, aki a koponyán egy állóhétig ivott, egy állóhétig táncolt, egy 7 bárányt megevett és egy állóhétig aludott, rejtezett. Ettől az ereje 7 emberre rugott, 7 emberre rugott, altában ereje 77, amikor megébrede. 7 szív bátorsága mindaz övé volt, Vörös Jóska aludt, mint a mökhót. Ez jó, mi? Na, de a helyzet az, hogy hát ez olyan, mint a tor, nem tudom. Egyébként figyeljünk oda, mert erre azt mondanák, hogy pogány. Majd meglátjuk, hogy mire ébredt föl Vörös Jóska. Tehát ez ugye, hogy hallottad a hírét a kis cserepesnek Szent Margitának, a Szent Margitán lakó Vörös Juhászpának és az ő fiának, a Vörös Jóskának, aki a koponyán egy állóhétig ivott, egy étbárán megevett, egy állóhétig aludott, rejtezett, ettől az ereje 7 emberre rugott, 7 emberre rugott, altában ereje 77-re, mikor megébrede, 7 szívbátorsága mindaz övé volt, Vörös Jóska aludt, mint a mökhót. Na, azt úgy folytatódik, hogy jön az apja. Hogy kejsfő fiam Jóska, szélfú az intáró, tengercsik a szfére, kerüli a nyájat. Ugye, valami tatár vagy afféle. Ugye az ember érzi is, hogy romlatlan a test. Hát tengercsik a szfére, kerüli a nyájat. Most, ugye mi történik? Hát az ember úgy van, hogy az apjának azért úgy jelzi, hogy mégiscsak az apja. Ugye,
de hát azért nem fog felpattanni, ugye, hanem Jóska is azt cselekedte, hogy egyik oldaláról átfordult a másiknak, de még nagyobb alvásnak, még nagyobb rejtésnek. Aztán ugye jön az édesanyja, hogy kelj fel, fiam Jóska, szélfú az intárú, tengelcsik a szférek, kerüli a nyájat, valami tatár vagy afféle. Ugye az ember az édesanyjának, hát azért mégiscsak, annak már fölül. De aztán befordul még nagyobb alvásnak, még nagyobb rejtésnek. És aztán ugye jön utána a szerelme. Az ember a szerelmének, ha szól, akkor rögtön kipattan, ugye, de az még hagyjám, hogy a révülésből fölpattan, hanem egyből a lóhátára pattan. És gyönyörű, ahogy elindul. Mert azt mondja, hogy hely, aki Isten vagy, lássad most végemet. Ugye ez gyönyörű, hát meghívja a halálára az Istent. Hát ha az ember meghívja a halálára az Istent, akkor már kukacként nem fog viselkedni. Úgyhogy ezt javaslom mindenkinek, hogy ha haldoklik, akkor az Istent hívja. Általában még azok is megteszik, akik sose hittek Istenbe. No, de a bajban vannak akkor is. Hely, aki Isten vagy, lássad most végemet. Azt mondja, hogy hely, aki Isten vagy, lássad most végemet. Meghalok hazámért, szerelmes mátkámért, apámért, anyámért, magyar nemzetemért, tiszta jó nevemért, az én Krisztusomért. Így szavakat szóla, ösvényt vág mentében, szekérutat nyitott visszagyövésében. Hanem akkor a ló kibukott alóla, fehét dárda járta, szívét tatárnyila. Meghalt a hazáért, úgy, ahogy azt mondta. Apjáért, anyjáért, magyar nemzetünkért, hites mátkájáért, ami Krisztusunkért, ide van temetve, a vörös halomba. És akkor onnét újra és újra előjön, mint Csaba királyfi, meg mint Szent László, lehet érezni. De gyönyörű egyébként, hogy például azt a mondatot én fölírnám a parlamentre, hogy úgy menjenek, hogy meghalt a hazáért. Úgy, ahogy azt mondta. Ugye, minden reggel úgy szépen, hogy mennek, ez lenne bele szemébe. De gyönyörű, hogy ahogy megtörténik az áldozat, mert először egyes számba beszél. Azt mondja, hogy hely a Isten, lássad most végemet. Meghalok hazámért, szerelmes mátkámért, apámért, anyámért, magyar nemzetemért, tiszta jó nevemért, az én Krisztusomért. És aztán, amikor megtörténik az áldozat, hogy meghalt a hazáért úgy, ahogy azt mondta, áttevődik többes számba. Azt mondja, hogy meghalt a hazáért úgy, ahogy azt mondta, apjáért, anyjáért, magyar nemzetünkért, hites mátkájáért, ami Krisztusunkért. Most különben gyönyörű, mert ugye az, amire azt mondanák, hogy révül, pogány, abból, amire ki kell, akkor arra, hogy Krisztusért kell ki. És ez pontosan, ez a halom pontosan olyan, ahogyan növekszik Magyarországon a vallás. A éfeszítő népek lelkében növekedik a hit. Tehát nem úgy van, egyébként is el volt tervezve a világnak a megváltása. Most hogyan jöhetett elő, mégiscsak menjünk, hogyha visszanész, igen, zárd be, légy szíves. Zárd be. Igen, és akkor oda egyeshez menjél, légy szíves. Igen. Nem sok mindent látni belőle, mi? Na, akkor ezt elmondanám, hogy ez a Nyeper mellől címbalkából való, ez egy lófejdísz. Most ez a lófejdísz, ez nagyon különleges alakot ábrázol, nem tudom, hogy látjuk-e. No, annyit, hogy ugye, hát itt valamilyen fajta kígyótestű idáig, onnél pedig ugye egy mögé változik, nagyon különleges fejfedője van, ami szinte egy üst, hogyha látják. Szinte egy üst, majd kivetítjük részletenként. Hát próbáld meg, hogy menjél tovább, mert lefotóztam részletenként. Hát ha azt hiszem a második vagy a harmadik a feje. Mehetsz tovább a másodikra vagy a harmadikra, vagy a feje. Na jó, mindegy, míg ez megtörténik. Addig elmondanám, hogy egyébként, ez mondom, egy lófejdísz. Mit keres egy ló homlok díszének ez a fajta ábrázolás? Az ember rájön arra,
hogy bizony úgy tűnik, hogy minden egyes halomhoz köze van ennek a homlokdísznek, és minden egyes lóhoz, hogy lovat temettek a halmokba. Megmondom miért. A szkítáknak van egy nagyon érdekes eredet története. Ez szerint egyébként is a szkítákra az a jellemző, mint a mi kultúránkra. Hogy én azt látom, hogy a magyarság ez egy hatalmas elengedettségben él, a lelkében. Onnét tudom, hogy valaki nem hozzánk tartozik, amikor így ragaszkodik a dolog. Mondom, ezt te biztos, hogy nem közén tartozol. Most ránk jellemző az, hogy nagy lelkű. Én imádom ezt a népet különben, mert nagy lelkű. Nagy lelkű. Csak azt kell tudni, hogy hányan vagyunk. Mert egyébként erre is van egy jó szkíta módszer. Hogy megtudjuk. Ezt úgy gondolkozom is rajta, mert május 3-án lesz majd egy koncertünk a napvágásra, ugye a Nemzeti Rockzenekarral, mert a ifjúságra szükség van, így vénfejjel csak létre kellett hoznom egy Nemzeti Rockzenekart a Füstivel együtt, ugye, ketten alapítottuk, de most itt van Krisztián is éppen, aki a napvágás oszlopos tagja, de a lényeg az, hogy ugye, koncert majd május 3-án lenne, 3-án, 4-én a Mátyás év alkalmából, és úgy, hogy én elkezdem a Mátyás történelmét mesélni, meg a balladáit, és aztán közben játszik a napvágás, majd énekelni is fogok, én is talán. És a lényeg az, hogy ez egy élő CD felvétel lesz. Na de... Tehát emiatt. De ekkor lehet, hogy meg lehetne csinálni azt, amit a szkíták cselekedtek, mert szkítákról, ez is Herodotosz 4. könyvében van leírva, hogy a szkíta király Arián nem tudta, hogy hányan vannak. És elhatározta, hogy meg akarja tudni, hogy hányan vannak. Nekünk is kéne tudni, mert mondtam, nem mind magyar, ami fénylik. Tehát valójában tényleg hányan vagyunk. És azt kérte a szkítáktól, és ezt mi meg tudnánk most cselekedni, mert már egyre többen válnak íjfeszítővé. Ugye, hagyományőrző íjászokként, meg végbeli vitézékként, azt kérte a szkítáktól, hogy minden szkíta hozzon magával egy réznyílhegyet. És amikor ezt megcselekedték, akkor létrehozta tulajdonképpen a szkítaság vázát, szó szerint. Egy test, egy lélekké olvasztotta őket, azaz vázát készítetett ezekből a réznyílhegyekből. Azt írja Herodotosz, hogy egy 6 únyi vastag volt magának a vázának a fala. És az ember már érzi az üsttel való összefüggést is, mert azt tudni kell, hogy egy létállapot mindig egy vázra szervül rá. Hozzuk létre a magyarság vázát, amire rászervülhet a jövő létállapota. Tehát ezt már megcsinálták a szkíták is. Na most visszatérve, és ez a fejfedőnek nem sikerült megnyitni, ezt majd később. Amit kértem, figyelj, a második képre, tehát mindig be kéne zárnod, ez különben a Kotromoszkája kurgánnak a felülnézet. A következőre menni, második kép, második, azaz. Így sorba kellene menni. Hopp, hogy csak kinyitja. Na mindegy, addig én, ami kinyitja, igen, hát pont róla beszéltem. Most így jobban látjuk, hogy olyan teljesen, egyébként nagyon érdekes, na mindjárt, történet így szól, hogy honnan származnak a szkíták. Azt mondja Herodotosz, hogy, és onnét indítottam, hogy nagyon érdekes, hogy olyan a mi kultúránkra is az a jellemző, hogy fel tudja oldani a fizikai halál börtönéből, egy új életet tud létrehozni. Tényleg a szabadság kultúrája a magyarságé, ami a szkítáknál is, mert létállapotok olvadnak egybe. És már a teremtés története is, a szkítaság származás története is erről szól. Azt mondja, hogy Herkules, amikor Gerulion marháit őrizte, egy olyan földre került, ami nagyon barátságtalan, vad volt. Egyébként ez is nagyon érdekes, hogy olyan, mintha a vadvilág, mert ugye a lezuhant világnak eszement vadsága van. És ha nincs benne kegyelem, akkor az ember egész egyszerűen elpusztul benne. És olyan, mintha a szkítaság ugyanígy megszelídítette volna a világot. Hát ugye van a Kellermeszen találtak egy olyan teges borítót, ahol szarvasok ülnek, de nagyon nagy számban. És maguk alatt van húzva a lábuk. Persze azt olvastam valahol, hogy megtermékenyített állapotban vannak a francot, de inkább épp az, hogy hátra van csapva az agancsuk, és magukkal, hogy ez a vadság, az megnyugodott. Ez ugyanaz, mint amikor
ne siess, Uram Szent István király, az én halálomra. Én sem vagyok vadlövő vadat, hanem én is vagyok az Atya Istentől hozzád küldött követ, helyregőrejtem, regőrejtem. Homlokomon vagyon fölkelő fényes nap, oldalamon vagyon árgyéli szép hold, jobb vesémen vagynak az égi csillagok, helyregőrejtem, regőrejtem. Szarvam vagyon, ezer vagyon, szarvam hegyén százezer szövétnek, gyújtatlan gyúlasznak, oltatlan alusznak, helyregőrejtem, regőrejtem. Ez, hogy visszafordul a szarvas, megkegyelmez, vagy kegyelem támad benne, megérti. Ez, különben a harcmodorunk is az, ami a szkítáknál is, ez a hátrafelé forduló, nyilatoló harcmodor, az kegyelmi harcmodor. Ugye mi kegyelem tudatúak vagyunk, nem győztes tudatúak. Ugye akikkel harcolunk, azok meg győztes tudatúak. Az nem elégszik meg azzal, amit a magyarság, ugye, hogy felajánlotta az országát az égnek. Tulajdonképpen, ha a magyar király azt akarta, hogy a magyarság az országhatáron kívül harcoljon, meg kellett egyezni a nemességgel. Ha két héten belül az ellenségnek híre nem érkezett, szabadságunkba állt elhagyni a tábort. Mi csak azt akartuk, hogy megvédjük a birtokunkat. Hát ha már fut, akkor az ember, mivel kegyelemtudatú, átérzi a félelmét. Nincs az benne, hogy add ide az életed is. A győztes tudatúban van ez. Ez az, aki a földön fekvő emberbe belerúg. És akkor, mivel nincs benne kegyelem tudat, ugye elkezdi üldözni, hogy add ide az életed is. És abból jön a halál. Halála. Ha kegyelem tudatú lenne, nem szaladna utána. Na most a helyzet az, hogy következő van. Elér erre a vattájra, ahol hatalmas szél kerekedik, és hatalmas, óriási vihar. Elkezd esni az eső. Mint hogyha Dézsából öntenék. És Herkules megmenekülve, vagy úgy megvédje magát az esőtől, oroszlánbőrre alá, az általa elejtett oroszlánbőrre alá bújik. És hogy bebújik, ebbe a melegben elnyomja az álom. És mire kiderül az ég, és fölébred az álomból, azt látja, hogy elszélettek a kancái. És akkor elindul a keresésükre. Hűleje a földjére ér, és ott találkozik a földanya lányával, aki kettős természetű. Ugye a deréktől felfelé női szűz, és deréktől lefelé pedig kígyóból. És akkor megkérdezi tőle, hogy nem látta a lovait. És azt mondja a földanya lánya, figyelünk, hogy földanya, ugye azt mondja a földanya lánya, hogy nálam vannak a lovak. Akkor visszakaphatod, ha vélem ház. És akkor Herkules véleáll, aztán persze vonakodik átadni a lovakat a földanya lánya, mert szeretné, hogy Herkules vele maradjon még, de aztán végül is kiadja, és azt mondja, hogy én megőriztem neked a lovakat, te teljesítetted az én kérésemet. Én most három gyermeket várok. Áldott állapotban vagyok. Mondd meg, hogy kié legyen ez a föld. És akkor azt mondja néki Herkules, aki egyébként mindig két nyilat hord magánál, hogy az a gyermek, amelyik, itt hagyom az egyik nyilat, és az a gyermek, amelyik úgy feszíti ki a nyilat, mint én, és úgy köti fel az övét, aminek van egy ivócsésze is, ahogyan én, azért legyen az a föld, a többit küld el. És megszületik a három gyermek, Agathyrzosz, Galénosz és Szkűtész, és ugye Szkűtész a legfiatalabb. És ez egy tulajdonképpen harci próba is, amikor felserdülnek, mind a három gyermek megpróbálja megfeszíteni az íjat és fölketni az övet. És ez a két idősebbnek nem megy. Csak a legfiatalabbnak, a legifjabbnak megy. Most ez is nagyon érdekes egyezés, mert van egy másik történetük is, ahol megint csak a legifjabbnak sikerül. Ez az érdekes, mert a magyar hagyományban, nem tudom, tudjuk-e, és a magyar jogba is, nem csak a népmesékben, hanem valóságosan a jogba is, a legkisebbik gyermek volt a való örökös, ennek megvan a maga oka. Mert és ezért mondom, hogy nálunk jelen van mindaz, aki valaha ide született, ahogyan szkíták, ez is tisztelik az ősöket, és mindaz, aki ide születni fog. Hát tudjuk nagyon jól, hogyha egy halál utáni átszállt birtok, ugye három fiú örökösre szállt, és a három fiú örökös között osztályra került a birtok, akkor az ősi lak, amit egyébként nagyon sokszor szép laknak neveztek,
azért, mert lehet érezni, hogy ugye mi heted íziglen tudjuk az időt követni. Tőlünk nyugatabbra nem tudják. Hát a német ugye Vater, Großvater, Urgroßvater. Nincs több. Angolban is az van, hogy boy, father, grandfather, grand-grandfather, grand-grand-grandfather, grand-grand-grand-grandfather. Nem tudja követni az időt. Nálunk meg ugye fiú, apa, nagyapa, dédapa, ükapa, szépapa, és a hetedik az ismeretlen. Ahogy hét vezér kötötte azt a szerződést is. Na, a lényeg az, hogy mi közösségként, hát frátrésznak, azaz atyafinak nevezték, az összes egy közös őstől leszármazott. És éppen ezért, mivel közösségként vagyunk jelen, a legkésőbben érkezőnek van a legtöbb esélye arra, hogy ugye képviselje a mi közösségünket. Éppen ezért a birtokközpont, mert minden nemesnek kellett lennie a birtokközpontnak, mert Magyarországon, ezt Fügedi Erika a 14. században nagyon jó földgyűjti nemesi gyűlés, megyegyűlésekről, hogy ugye egyesek tiltakoznak, hogy már pedig ők magyar nemesek, mert megtalálhatóak. Tehát nem úgy volt, mint most, hogyha valaki valamit elkövetett és eltűnik a igazságszolgáltatás elől, arra azt mondják, hogy ügyes, nem tekintették embernek. És a megtalálhatásokhoz, találáshoz a birtokközpont, ugye a locus residentiae vagy kúria tartozott hozzá. Most ez a birtokközpont, ez természetszerűleg a legkisebb élet. A másik kettőnek ugyanilyen kellett építeni, mert ugye nem lehet meg nemes ember birtokközpont nélkül, hiszen vállalnia kell tudni a felelősséget az életéért. Ugye viszont a papír, ami a családra vonatkozott, ami az egész közösségükre vonatkozott, az a papír örökség, az a legidősebb élet, mert ugye ő érkezett leghamarabb az időben a teremtésbe, őnek van a legnagyobb bölcsessége ahhoz, hogy el tudjon igazodni vitásügyekben. Tehát ez a legkisebb. Na most visszatérve, ugye az ember erről a homlokdíszről az jut eszébe, hogy miért kerül föl a földanya istennő egy lónak a fejdíszére. Na mit gondolunk miért? Tudják miért? Azért, mert fehér lófia. Hát az, hogy a szkítaság lett, az annak köszönhető, hogy ugye a kancák voltak annak az árai, hogy ugye Herkules együtt hájon a földanya lányával. Nem tudom, hogy érthető. Tehát minden ló azért is kerül be a kurgánba. És azért csinálnak romlatlan testet, mert újra és újra újjá tudom még születni ez az erő. Hogy aztán nagyon érdekes, menjünk tovább még. Csak így. Például a képes krónikában is ábrázoltatva van, méghozzá olyan formán, hogyha önöknek rendes hasonmás, nem csak a hasonmásról készült hasonmásuk van, hanem a Széchenyi által kiadott hasonmás képes krónikájuk, akkor ezt láthatják, mert a hasonmás hasonmásában nem lehet látni, hogy Attilának a jogarába egy szív van bele rakva. Egyébként Szent Istvánnál is érdekes jogarkép van, mert ott meg egy szem alak van be rakva, és amikor meghal Attila, akkor ez a szív, ami a jogarjában van, lapszéldíszként kikerül alulra, és hát megfordul. Most én nagyon sokáig nem értettem, hogy mit jelent ez a forma, ugye nagyon sok találkozik. És nagyon egyszerűen zártalak megérezzük, megérezzük, akkor most nézzük meg ezt. No, ez
és akkor az előbb láttuk, hogy a szkítáknál megtaláljuk. Ez a kép, ez magyar sír. Ez egy fából készült sír. És én ekkor értettem meg, hogy miről van szó. Tudnélik, amúgy is az nekünk egy tragédia, hogyha a múltunkról lemetszenek. Ugye a magyar az úgy ábrázol, ahogyan beszél, amilyen az igéje. És tényleg úgy van, hogy azt se értettem sokáig, hogy miért azzal a szóval jelöljük meg az egyik legfontosabb szervünket, hogy szív. És ennél a fejfánál értettem meg, hogy valójában, ugye, amíg mi itt teszünk, azt abból tehetjük, hogy volt egy elődünk, egy ősünk, amelynek az erejéből szívjuk a mindennapoknak a megmaradását. És ugyanakkor, amit mi teszünk, az valójában azt fogja tovább vinni a következő nemzedéket. Amikor a szívet megfordítja, akkor valójában a visz, vívő erő. Szív, visz, szív, visz. És azt fogja tovább vinni. Tessék meg, ebből a megfordított szívből, a visz legszerűbb, ugye, a kínélás, a jövő világra. De abból táplálkozunk, ami a múlt, és amit mi teszünk, az fogja vinni a következő nemzedéket. És talán nem is lényegtelen az, hogy ugye a lófejdíszen is ott van ez a visz motívum, szinte az ember úgy érzékeli. És majd látni fogjuk, hogy tényleg az ősök erejéből táplálkozik ez a kultúra. Na most a másik dolog, amiről szeretnék hosszabban beszélni, az, hogy a kereszténységnek milyen nyomait találhatjuk meg a szkítáknál. Ez mármint nem, hanem az, amiből kinő a kereszténység, annak a lelkiségnek a nyomait és tényeit. Bírják-e önök még egy fél óra, 40 percig, vagy pedig tartsunk szünetet? Bírják? Jó, akkor menjünk a következő témába, zárjuk ezt be. Tudnélik, a következő, én azt, hogy mi a szkíta, az ugyanúgy határoztatott meg, ahogyan a magyar, és ennek nagyon nagy köze van a kereszténységhez. Arról beszélnénk, és annak az alapjaihoz. Ó, látom, tovább ugrottunk, de ha már itt tartunk, hadd mondjam meg, hogy nagyon úgy tűnik, hogy mindig is az ég felé törekvő kultúra volt ez. Érdekes, hogy mindig a fej, mint testrész, az alakítatik nagy erővel át, ugye, mint a jelen esetben is, ez béreliből való, ez a ló, mert itt találták eltemetve, és látjuk, hogy ugye kos szarvokat tettek nekik. Ez a érdekes, hogy feloldja a fizikai határokat. Tudnék, amikor az ember elindul a léten túliba a teremtőihez, a létállapotok olvadnak újra össze. Most ugyanezt megtették egyébként például Pazarikban is, meg Katandában, ahol a lovat szarvassá maszkírozták. Az emberbe föl is vetődik a kérdés. Hát, hogyha szarvast akar, akkor miért nem szarvast temet el? Ha lovat akar, miért nem lovat akar el? Temet el? Vagy kecskét akar, akkor miért nem kecskét temet el? Nem tudom, hogy érthető-e. De ő a kettő közötti állapotot fogja meg, és érdekes, hogy a szellemiségénél alakítja át. Szellemiségén. És menjünk a következő képre? Akkor, ha már itt tartottunk. Igen. Hopp, ez itt a Issyk-Kul. Itt is látjuk, hogy hatalmas süvegeik vannak, ugye csúcsos vaslikok, meg csúcsos sapkák. Ez ugye Krisztus előtt az 5. századból való, az Issyk-Kurgánból való, és azért vetítem, mert ott is a szellemiség nyiladozik, ugye nyíldíszek vannak, de menjünk a következőre, mert ott lesz nagyon érdekes. Következő képen. Hopp. Mit látunk ott a szellemiségben? Egy keresztet. Krisztus előtt 5. század. És egyébként magán sapkán 150 dísz van rajta. Amúgy a halott, ő kivételesen nem volt túl magas, de mondom, hogy tényleg 190 centisek, európidok, nem pedig ugye mongoloid kisemberkék a szkíták. Majd fogok is ezzel kapcsolatban is vetni, maradjunk itt. És a lényeg az,
hogy amúgy ő csak 165 centi magas volt, találtak mellette egyébként egy nagyon hosszú mágikus nyíl hegyet is, tehát nyilvánvaló ő valamilyen vallási személyiség volt. No, tehát látjuk, hogy a határok föloldása, a határok eltüntetésével küzdenek. És ez tényleg úgy van a önmeghatározásukban is. És gyönyörű ez az egész kérdéskör, mert a következő. Azért, mert a magyarság az ugyanolyan példátlan módon határozza meg magát, mint ahogyan a szkíták határozták meg. Ezt tudjuk bizonyítani írott hagyomány alapján is. A magyarság miért határozza meg példátlan módon magát? Azért, mert egész egyszerűen magyarnak lenni, az nem testi meghatározottság kérdése. Ez a legfantasztikusabb az egészben. Mi a halhatatlan lélekből határozzuk meg magunkat. Mire gondolok? Menj akkor Almatától 50 km, nem? Zárd be akkor, légy szíves, majd megmondom, hogy mire menjél. Jó? Azt mondja, hogy mindjárt mindjárt az már rendezik, hanem akkor fúrogat. Jó? No, egyébként ezt 193 centis holttest mellett találták meg, ezt a aranylemezet. Ez Kulova, ez a hamu tatárul van, egyébként azt jelenti, hogy hamu halom. Egyébként itt találták meg azt a ruadíszt is, vagy feltételt, ami logikus, mert itt a vérszerződés van ábrázolva, majd erről mindjárt beszélünk, amelykor azt látjuk ábrázolva, hogy két szkíta harcos egymás hátának veti, egymás hátával van ábrázolva, és előre nyilaznak mind a ketten. Tehát ugye az egyik ebbe az irányba, a másik ebbe az irányba. Nem tudom, hogy emlékszik. Láttuk már? No, az innét van. Ugyanebből a halomból van. Na most a következőt kell elmondanom. Mint mondtam, a magyarság az ugyanúgy rendelkezik vérszerződéssel, mint ahogyan a szkíták rendelkeztek vérszerződésével. Egyébként is nagyon érdekes dolog, hogy csak az ívfeszítő népekről mondják el, hogy vérszerződéssel bírnak. Herodotos elmondja a szkítákról, Pomponius Méla elmondja a szkítákról, Szolénosz, Tacitus a pártusokról, ugye, és legvégül hát mondjuk Lukiánusz a Toxarisban beszél egészen bőven a vérszerződésről, és nekünk van vérszerződésünk, meg még valakiknek, a keresztényeknek. Tudnélik, az új szövetséget nagyon különleges módon köti meg a megváltó. És felvetődik az emberbe a kérdés, hogy miért ívfeszítő módon köti meg az új szövetséget? Tudnélik, ugye, azt mondja, hogy ez az én vérem kerhe, az Úr új és örök szövetségé, amely nem sokára kibocsátatik a bűnök bocsánatára. A vérével köti meg. Miért nem zsidó módon köti meg? Miért nem úgy? Ők, a zsidók úgy kötik meg, hogy elvágják az áldozati állatot, kiveszik a belsőségeit, elhaigálják ugye a földön, és elmennek közöttük, a belsőségek között, és közben átkot mondanak saját magukra, ha megszegnék a szerződést. Vagy elmegy Isten lelke a áldozati állat belsőségei között. Vagy a másik módszer, hogy kiengedik az áldozati állat vérét, és megfröcskölik vele az oltárt. Miért nem így kötött ilyen? Miért ívfeszítő módon? Na most Herodotosz mit ír? Herodotosz azt írja, hogy ugye akik vérszerződést kötnek, azok sellekbe bort és a saját vérüket vegyítik. És utána fegyvereiket belemártják, majd szent szövegeket mondanak, és ezt szent szövetségnek tekintik. Tacitus a pártusokról ugyanezt írja, csak azzal a különbséggel, hogy a nagyújukat szorítják át, és megvárják, míg a vér föltorul az utolsó újpercre, könnyed karcolással megkarcolják, a kijömlővért megnyalják, szent szövegeket mondanak, és utána szent szerződésnek tekintik. És nekünk van még vérszerződésünk. Most az a helyzet, hogy meg ráadásul tovább is visszük, teljesen mint krisztusi módra tovább gondoljuk, mert Krisztusnál sem a vér van, hanem annak a lényege van. Nálunk is van vér nélküli vérszerződés, és ennek a magyarság önmeghatározásához nagyon sok köze lesz. A vér nélküli vérszerződés az olyan szempontból érdekes, mert ráadásul vezetik az ilyenfajta összetartozást. Ezt kevesen tudják, Szalkai László esztergomi érseknek 1480-ból, amikor ő még tanuló, Sárospatakon tanulja, hogy minek van az örök, milyen viszonyrendszereknek van az örök időben jelentősége a magyarságnál. És kiderül, hogy először is vezetik a vérnek az útját. Hát erről már volt szó, ezt úgy hívják, hogy árbor consanguinitatis, tehát az összes vérnek a,
a fája. Tehát azt vezetik a vér és az idő összekötődését. Egyébként tényleg érdekes módon Magyarországon a Kárpát-medencét családfák, tulajdonképpen nálunk van értelme nemesi családfáknak, családfák tengere hálózzák be a Kárpát-medencét, annak van egy szent koronája, és akire rászáll, azt mint egy gyümölcsoltásszerűen megnemesíti, és alkalmassá teszi arra, hogy az elküldő képmását megjelenítse a közösség számára. Aztán vezetnek egy másik fát még, ez az Arbor Affinitatis, az a sógorság fája. És vezetnek egy harmadik fát, ami a vér nélküli vérszerződéssel keletkezik. Ez az Arbor Spiritualis Cognationis. Ez a lelki rokonság fája. Na ez nagyon izgalmas dolog, mert nálunk átlépik a fizikai lezuhant világ börtönét. Van úgy, hogy két ember, és nem, az, nem külön neműek, hanem azonos neműek, lelki társaknak érzik egymást. És szeretnének a léten túliba, az örök romlatlanságba összetartozni. Most ezt nálunk megtehetik. Ennek a időpontja az hát Fehér Vasárnapon volt. Fehér Vasárnappal kapcsolatban azt kell elmondanom, hogy a magyarság tudja, hogy feltámadás után 40 napig ég és föld összeér. Rés támad a teremtésen, és az örök lét beáramlik ugye a lezuhant világba. És le is írja Radó Polikárp, hogy 40 napig a magyarok a feltámadott Krisztusban ugye egy test, egy lélek, egy szívé változnak, mindannyian rokonai egymásnak. Ugye 40 nap múlva az, hogy fölemelkedik Krisztus, mert azáltal, hogy fölemelkedik, áldozó csütörtökön emeli vissza azt a világot, amelyik lezuhant, és majd abba az irányba fogja követni újra a lezuhant föld, amelyre Krisztus emelkedett, oda fog eljutni a paradicsomba, fog visszaemeltetni. És a lényeg az, hogy ezen a misztikus 40 napon belül a Fehér Vasárnap kitüntetett volt, ez a feltámadás utáni első vasárnap volt. Ugye régen, mivel tudták azt, hogy a keresztség által, ha magára veszi az ember, győzetik rá a halál, nyilvánvalóan a feltámadott Krisztusba keresztelkedtek be, és az újjászületőket fehér ruhával jelezték a közösség új örök életű tagjait. És ezt egy hétig viselték, és amikor levették, az volt Fehér Vasárnap. Akkor megérkezett, teljesen tapinthatóvá vált az öröklét. És ezt a vasárnapot egyébként a görög katolikusok gyönyörűen hívják, mert úgy hívják, hogy Tamás Vasárnap. Tamás Vasárnap, mert Tamásnak nem csak az volt a ismertetője, hogy hitetlen volt, Tamás kapott egy ajándékot is. Ő egy olyan testet érintett, és olyan szívet érintett, amely már legyőzte a halált. Romlatlan volt. Tehát a romlatlanság tapintható. Most ezen a napon lehetett komázni, mátkázni, egy lélek egy testé válni, akiben ugyanaz ragyogott, ugyanaz a elküldőképmás, mint a másik van. Tehát, hogy ezek egy testé váltak, és ennek a módja a vér nélküli vérszerződés volt. A legszebb változata az Galcsánából marad meg, ugye Moldvából, ott a következő történt. Kiment a két komázni vagy mátkázni akaró a szabad ég alá. Kezükbe vettek egy piros tojást, illetve egy-egy piros tojást. Ugye azért piros tojást, mert a rendes tojás az valójában az a halálba zárt világot jelképezi. Ugye Krisztus is egy bezárt sírból támad föl. És amikor a tojás megpirosodik, akkor valójában azt jelenti, hogy a teremtésben legyőzetett a halál. Ezért piros tojással. Egyébként nem tudom, ismerjük azt, hogy hogyan pirosodtak meg a tojások a magyar néphagyomány szerint? Bálint Sándor nagyon szépen felgyűjt. Nem ismerjük? Hát az, hogy ugye, meg hogy miért a nőknek jelent meg először a megváltó. És akkor, hát a középkorban ezt úgy magyarázták, hogy hát a helyzet az, hogy azt akarta a megváltó, hogy minél gyorsabban terjedjen a híre, hogy legyőzetett a halál, és éppen ezért a locsognak szerető nőknek mutatkozott meg először. És ehhez kapcsolódik különben a tojás megpirosodása is, mert ilyenkor egyébként a tyúkok ebben az időszakban tojnak a legjobban. És érdekes különben. És a gazdasszony szedegette össze a tojásokat, és hallja a hírét, hogy feltámadott a megváltó. És hát rohan a szomszédba, hogy megvigye a hírt, kötényében benne vannak a tojások. És mondja, hogy feltámadott a megváltó. Azt mondják neki, hogy feltámadott, ám az úgy, ahogyan pirosak a tojások a kötényedbe. Hát lenézett,
és mind egytől együtt megpirosodott. Ugye? De ott a másik az még szebb, hogy összeszedte a tojásokat, viszi a kötényébe, és akkor odaér a megfeszített megváltóhoz. És annyira megdöbbenti a szívét ez a látvány, akkora keserűséget okozott térreul, és elkezd imádkozni a megfeszítethez. És annak az oldalából egy vércsöp rácsöppen a tojásra, és azáltal megpirosodtak. És így van, hogy évről évre mindig pirossá változnak a tojások, mert legyőzetett a halál. Na, ezért piros tojással mennek, és akkor a helyzet az, hogy megfogják a piros tojást, megfogják egymás kezét. És akkor következőket mondják. Vére, vére, holtig vére, holtunk után, testvér! És akkor összecsokkantják a tojást, és aki összetörik, azt megeszik, és ettől kezdve a léten túliba összetartozónak tekintik egymást, és olyan komoly kötelesség a komaság, hogy az itt maradt koma, az elhalt komatársat fogja átváltoztatni a halál pillanatában, mert nálunk átváltoztatják az embert. És ez egy mély misztérium. Ugye abban a pillanatban, amikor kileheli a lelkét, a távozó, megállítja az órákat. Persze, mert az örök létbe megy, ugye? Ahol nincs változékonyság, romlatlanság van, béke van. Nincs változékonyság. Ezért köszönjük Krisztus, hogy békesség néktek. Ezért mondja azt, hogy az én békémet adom néktek. És ezért írják föl a fejfára, hogy nyugodjék békében. Ugye letakarja a tükröket. Letakarja a kutakat, hogy nehogy valami visszaverődés megzavarja a távozó lelket, hogy az örök fényességbe juthasson el. És megfagyasztja a testet. Mert nálunk fagyasztották a testet. Méghozzá oly módon, hogy fölkötik az állát. Ugye? Például, hogy nehogy nyitott szájjal merevedjen meg. Mert ha nyitott szájjal merevedik meg, az azt jelenti, hogy az elholtnak kívánsága van. Összeköti a nagy lábaujját. Keresztbe rakja a kezét. És evangéliumot, vagy február 2-án szentelt, ugye gyertyaszentelőkor szentelt gyertyátok a kezébe, ami tulajdonképpen Krisztus fényessége, ami elvezéri az örök fényességbe. Tehát ezt mind a koma csinálja meg. És egyébként pedig attól a pillanattól kezdve, hogy komákká lettek, elkezdenek magázódni. És én ezt nagyon sokáig nem értettem, hogy miért, aztán persze rájöttem, mert én még az a generáció vagyok, amelyik elkapta azt, ahogyan éltek az őseink. Mert higgyék el, hogy a 60 év tüntetett el mindent. Tehát én generációm még elkapta, majdnem 1000 jóval többig ugyanaz volt a családokban rend. Ugyanaz volt, nagyon sok mindent tudnék fel. Azt például, hogy íz küldtünk a szétszakadt családok egymásnak. Az íz az lélek. Ugye, amikor én gyerek voltam, ha Csongrádon laktunk, Hódmezővásárhelyen rokon volt, disznót vágott, az biztos, hogy küldött kóstolót belőle, mert az íz által egy lélekké lett a család. Most a lényeg az, hogy az én családomban is úgy volt, hogy mi már romlottak voltunk, mert mi a szüleinket tegeztük. De édesapám meg édesanyám azok magázták egymást. És amikor megharagudtak egymásra, akkor megvonták a köteles tiszteletet egymástól, és elkezdtek tegeződni. És ez tényleg így van, miután ők a romlatlanságba összetartoznak a komák, ezért legnagyobb szeretet hangján kell szólni egymáshoz. Na most a magázódva a nem lehet alázóan négy színnek. Tegeződve meg nincs az az ocsmányság, amit el ne lehetne érni. Nem tudom, hogy érthető. Éppen ezért magázódtak, mert a feltámadott Krisztusba összetartoznak. És még valami, a komázás az házassági akadályt jelentett. Tudnélik, a helyzet az, ha az én komám fia elvenni az én lányomat, az a kapcsolat, ami a romlatlan Krisztusba tartozik össze, az visszazuhanna a romlandó testbe. Nem tudom, hogy ezért vezetik a lelki rokonság fáját. Egyébként, aki ezt el akarja képzelni, az jó, hogyha úgy teszi meg, hogyha belegondol, ha van egy gyermeke, és a gyermekének a keresztapja vagy keresztanya nem az ő testvére lesz, hanem egy vadidegen, akiben nincs az ő családjából származó vér. Abban az esetben, ha a vadidegen keresztapja lesz a gyermeknek, illetve keresztanyja, attól a pillanattól kezdve kettőjük között elsőfokú rokonság jön létre, és házassági akadály lesz. Nem tudom, hogy érthető. Na ez az, amikor kezdjük átlépni a fizikai határt, legyőzni. És akkor nem a lezuhant világ börtönében vagyunk, hanem valami végtelen szabadságban. Na most a helyzet az, hogy erről beszél már Laskai Osvát is, amikor meghatározza a magyarságot. Mert beszél egyszer Natus Hungarikáról,
és beszél egyszer Gens Hungarikától. A kettőt megkülönbözteti egymástól. A nátus az azt jelenti, hogy születés. Amikor a nációkról beszélünk, valójában a test által meghatározott összetartozásról beszélünk. A gens az azt jelenti, hogy valami fajta tulajdonság alapján összetartozok. Na ez ettől a pillanattól kezdve gyönyörű. Mert a magyarság az nincs a romlandóság fogságában, hanem a halhatatlan lélek által határozza meg magát. Mert magyarnak lenni ettől a pillanattól kezdve vállalás kérdése. Magyarnak lenni filozófia. Magyarnak lenni az Istennel való együttjárást jelentette. Magyarnak lenni a világban nemes módon jelen lenni. És ez krisztusi gondolat, mert gyümölcséről ismerszik meg a fa. Nem érdekel, hogy honnét jössz. Az érdekel, hogy mit csinálsz. És ezt a elengedettséget, hogy valami, hogy az égi rend irányítja a lelkünket, ezt nem tudja megérteni a magyarnak mondott nem magyar televízió. Hát évente végighallgatjuk, hogy az aradi vértanúkba, és akkor mondja, hogy Damjan is ma vécseibe, és akkor dekázgatja meg. Te szerencsétlen hülye, hát nem érted? Az a nagyszerű benne, hogy nem volt az, és mégis azért hal meg, ami magyar. És te azt nem tudod? Hogy Damjanisnak olyan kardja van, amire rá van verve az 1609-es évszám, és fölötte a patróna Hungárié található, a magyarok nagyasszonya. Azzal áll a halál kapujába. Mert magyarnak lenni büszke gyönyörűség. Tehát nálunk a halhatatlan lélek által határozódott meg, hogy ki a magyar. És tényleg úgy van, hogy nem érdekelt, hogy honnét jön, az érdekel, hogy mit csinál. Általában az, aki olyat csinál, az onnét is jön, de ez egy másik kérdéskör. De sohasem érdekelt minket, hogy tehát ez befogadó kultúra egyrészt, és a halhatatlan lélek által van, és mondom, hogy krisztusi gondolat, és ugyanakkor azt kell, hogy mondjam, hogy nem így van a zsidóságnál, és nem így van az úgynevezett nyugati kultúrával. Mert hogy ők az önazonosságot másképp határozzák meg. A zsidó az törvényt követ. Azt mondja, hogy mutasd meg a nemzetségfádat, és hogyha anyai ágon van fölmenőd, akkor te az vagy. Zsidó vagy. Ha nincs, akkor nem. De adott esetben, mint például Dávid házában, amelyik Moábita az indító, el lehetett történni. Tehát törvényt követ. Ugye a nyugati kultúra, az pedig az anyagot. Azt mondja, hogy utasd meg a véredet, ha van benne egyetlen egy csepp germán, akkor te germán vagy. Nem tudom, az egyik testet, a másik törvényt. Miénk pedig a halhatatlan lelket. Most így volt ez a szkítáknál is. És emögött egyébként, mondom, krisztusi gondolat van. A szkítáknál van egy ilyen írott történelmi adatunk, ezt Lukiánus hagyja meg, ő Krisztus után 120-ban írja ezt a művet. Ez a mű Toxarisról szól. Toxarisról azt kell tudni, hogy Athénben élt, Krisztus előtt a 6. században, és szkíta volt. És az aténiek nagyon tisztelték őt. Nagyon tisztelték őt, nem csak azért, mert tudott gyógyítani, hanem azért is, mert ő olyan történeteket mesélt a szkítákról, ami megemelte az aténiek létezését. Egyébként az egész alakja átlengi az akkori világot. Ugye azt talán tudjuk, hogy Krisztus előtt az 5. századtól egymás mellett érnek a szkíták. Ez ad okot arra egyébként, hogy az Olbiában, meg stb. Ilyen helyeken készült görög műhelyekben, de szkíta gondolatokat visszatűrő művek alapján elirányosítsák ugye a szkítákat, holott valójában alig marad meg szkíta szó, ugye ráadásul nevek maradnak meg néhány név, meg néhány megjelölés. Na most a helyzet az, például ilyen, mint Targitaos, vagy ugye Gellénosz, Agatőzosz, Kűlész, vagy Szkűtész. Tehát nagyon kevés név, Tabiti sorolhatná ezeket a neveket, aztán ez adott okot nekik arra, hogy a szkítát az óiráni nyelvnek tekintsék, hogy a görögökkel való együttélés miatt, de hát abszolút nem tudjuk, ha becsületesek vagyunk, nem tudjuk, hogy én szerintem egyébként a mi nyelvünkhöz van köze, de ez egy másik kérdés. Na most, a lényeg az, hogy
Toxaris többek között, ugye mondom, átlengi az ő alakja a 6. századi görög világot, de igazából, hogy miket mondott, az Lukiánosznál marad meg. Most Toxaris nagyon sokat beszél az olyan fajta szerződőkről, és olyan fajta kapcsolatokról, mint nálunk a komaság, ami a halhatatlan lélek által kötődik. Ugye akik, a szkíták azok egy test, egy lélek mozogtak, akik nem születtek egymás rokonaivá, hát félszerződés után váltak egymás lelkitársával. Na most a helyzet az, hogy amúgy is nagyon érdekes, hogy nem tudom, föltűnt-e önöknek, hogy az új szövetségnél az szinte magyarul lehet értelmezni, amit Krisztus tesz azon a különleges éjszakán, mert ugye ő szerződik az emberiséggel, mert szerette az emberiséget, és tesz egy szertartást, amelynek következtében az, aki megtartja az új szövetséget, ígérete van a boldogságra. A szerződés is nagyon érdekes dolog, mert azt érdemes elmondanom, hogy Sztrabón azt mondja a szkítákról, hogy a szerződéseiket nem haszon alapján kötik. Nem haszon alapján. Hát akkor hogy kötik a szerződést? Nem haszon alapján. Anaharzisz, aki pedig ugye Toxarisznak volt a kortársa, az azt mondja, hogy a piac arra van, hogy az emberek intézményes keretek között fosszák ki egymást. Ugye ez igaz is különben. Mert a kereskedelem nehogy azt higgyük, hogy jó dolog. Hát hogy néz már ki, hogy valaki ennyié vesz valamit, és akkor ennyié adja tovább. És még azt hiszi, hogy dolgozik. Na, de tényleg nem. Hát szóval ez nem szép dolog. És a szkítáknál nem is volt ilyen. De hát akkor hogy szerződnek? Mi a szerződés alapja? És hát először is azt kell, hogy elmondjam, hogy az, hogy magukat hogy határozzák meg, az kiderül egy történetből, amit Toxaris mond el. Egy görög emberrel vitatkozik. És ez visszavisz minket a magyarság meghatározásához. Na, a következő két nem szkítáról szól a történet. A görög ember megkérdezi Toxariszt, hogy hogy lehet az, hogy ti szinte istenként tiszteltek két idegent, Orasztészt és Püladészt. Ezek nem szkíták voltak. Hajótörés szenvedtek szkíta partokon, a szkíták elfogták őket, és fel akarták áldozni istenüknek, ugye itt a görögös meg tehát ellatinosodott nevek szerepelnek, ugye fel akarták áldozni istenüknek Diannának. Igen ám, de a két hős, ugye Orestész és Pilades annyira összetartott, annyira egylényegűek voltak, hogy kiátszva az örök figyelmét, megölték a szkíta királyt, majd elrabolták ugye az áldozó papnőt, Ifigéniát, és magukkal vitték ugye Diannának a szobrát is. És azt mondja, hogy ti ilyeneket tiszteltek. Hát az lesz a vége, hogy nem lesz nemzetetek. Azokat tiszteljétek, akik ellopták a istennőtök szobrát. És akkor erre azt válaszolt a Toxaris, hogy nem szoborban van az istenség, és minket nem érdekel, ki honnét jön, hanem az érdekel, hogy a jóság és a hűség jelen van-e benne. És itt olyan nagymérvű összetartozással találkoztunk, olyan nagymérvű szeretettel, mert egymást védve álltak oda a szkíták nyilai elé. És igaz ugyan, hogy megölték a királyunkat, elrabolták áldoztató papot, papnőt, és elrabolták Diana szobrát, de mégis mi ezt egy érzoszlopra fölvésve a gyerekeinknek elsőként meséljük el, mert olyan példaadó volt az összetartozásuk, amit minden szkítának ismernie kell. Tehát itt mit találunk? Nem érdekel, hogy honnét jössz. Az érdekel, hogy mi ragyog benned. És ezt mi elhozzuk a komázásig. Vére-vére holtig, vére holtunk után testvére. Meg a nemzet meghatározásig. Na most, hogyan kötöttek a szkíták szerződést akkor? Mi volt az értelme? Hát ezt is meg tudjuk fejteni. Itt ugye, mint mondtam, ez egy vérszerződés pillanatát látjuk. Ugye ez egy ríton a kezükbe. Nagyon érdekes, ha megfigyelik, ugye az áldozókürt, ilyeneket egyébként sokat találtak. Megfigyelik, a két szkíta harcos oldalról van ábrázolva,
érdekes, hogy keresztbe van a lába, különben, de oldalról vannak ábrázolva, és egy arccá válik. A szemből nézik, az egyetlen egy arc. Egy test, egy lélekké váltak. Na most, tehát létrehoztak egy olyan kapcsolatot, ami nincsen benne, hanem a fizikai világban, hanem a halhatatlan lélek által létezik. Na most ugye, hát miért kötik meg így a szerződésüket? Hát szintén Toxaris mesél el egy történetet két ilyen vitézről, akik a halhatatlan lélek által össze akarnak tartozni. Eleve elmondja Toxaris, hogy önállok másképp születik a barátság, mint a görögöknél. Mert azt mondja, ti görögök úgy köttök barátságot, hogy egy utcában nőnek föl, vagy egy iskolában járnak. Tehát a véletlen alapján. Az anyagiság alapján. Mi azt mondja, nem így. Ha valaki felfedezi másikban a lelki fényt, addig megyünk utána, addig próbálunk nemes cselekedeteket végrehajtani, míg nem fogad el alkalmas társául. És ha ez megtörtént, akkor megisszuk a kelyhet. A kehelyből a vérünket. Bort vegyítve vérrel. És elmesél két ilyen szerződőről egy történetet. Ez a két harcos, Kita harcos, Damdamis és Amizokész. Na most ők lelkitársak, és össze akarnak tartozni a léten túliba. Is. Tehát örökké. És ezért megisszák a kelyhet. És négy napra rá, hogy megitták a kelyhet, ellenségtől reájuk, és elpusztítják mindenüket. Az összes vagyonukat elviszik, ráadásul Amizokész fogságba is esik. És hogyan vonszolják el Amizokészt, éppen a folyón keresztül úszik át Damdamis, akkor hátra kiárt, hogy emlékszel? Négy napja megittük a kelyhet. És akkor Damdamis tudja, hogy egy test, egy lélek, egy szívé váltak. És tudja, hogy vagy az van, hogy elmegy, és rabságba tölti le az életét, vagy valamilyen módon kiszabadítja a lelki testvérét. De hát, mint mondtam az előbb, a szkíta az nem csak önmagában szabad, hanem a fizikai világtól szabad. Azt is mondhatnám, hogy a szkíta az egyenlő szabadság. Nem szabadosság, szabadság. És a magyarra is ez jelentő. Egyenlő szabadság, hogy nem határozza meg a fizikai világ. Át tudja lépni a határait. Na most el is megy kiváltani a lelki testvérét. És fogadja is az ellenség fölvezére. És hát fogadja is a fővezér. És azt mondja, hogy tudom, hogy mi járatba jöttél. Azért, hogy kiváltsd a lelkitársadat. Meg is teheted azt. Azt kérem tőled, hogy add nekem a vagyonod egy részét. És a Damdamis meglepődik, az Kita harcos azt hiszi, hogy viccelődnek vele. Egyébként ezeknél a neveknél hagyj egyezzem meg még, hogy valójában Sztabón azt írja egyébként, hogy a perzsák és a médek sohasem tekintették velük rokonoknak ugye a szkítákat. Sőt, ugye Herodotosz pedig leírja, hogy a Kyaxares, ugye a méd király fogad szkítákat, mármint pártos szkítákat, tehát lázadó szkítákat, és a méd fiatalokat rájuk bízza, hogy a nyelvükre tanítsa. Tehát nem lehetett írálni eredetül, legalábbis az írott források szerint. Na most visszatérve. Damdamis azt mondja, hogy nem emlékszel? Hát elvettetek mindenünket, hát semmim nincsen. Semmivel nem rendelkezem. Azt mondja neki a fővezér, hogy nem értettél meg? Add ide a két szemed, és elviheted a lelki testvéredet. És akkor Damdamis habozás nélkül odaadta a két szemét, és kiváltotta a lelki testvérét. És a szkíta harcosok nagy boldogságban indultak haza, azt írja a szöveg, mert ami a legfontosabb,
És ami a legnagyobb gazdagság, azt el nem vették tőlük. A hűség és a szeretet. És ekkor döbben meg az ember, hogy hát persze, hát az anyagi gazdagsághoz képest a lelki gazdagság az a minden. Vagy úgy is mondhatnám, hogy, hogy boldogok a lelki szegények. Vagy a lelki szegénység az azt jelenti, hogy egyetlen egy kép ragyog benne, az elküldő kép másra. Nincs a vágyaknak százezer mardosó foga, ami széttépi a lelkét. Egyetlen kép más, az Úristen kép más. És ugyanakkor meg is érti az ember, hogy ugye, hát itt a hűség és a szeretetről van. Szóval egyébként úgy folytatódik a történet, mivel egy test, egy lélek, amizokész is kinyomja a két szemét, és a legnagyobb megtiszteltetésben élik le a szkíták között az életüket. Na de hát akkor hogy kötik a szerződésüket? Hát a szeretet útján. Hát hogy tudná megmutatni a másiknak, hogy megszerette, ha nem a szeretet lakóhelyéről származó vérrel. És akkor megérti az ember, hogy Krisztus miért a vérével köti meg. Ugye, miután ő Isten fiú, a vér az lelket szállít, már az anyagra sincs szüksége, csak a lényegre, a szeretetre. És innét érthető meg az is, hogy a szent áldozás miért az én nyelvemen beszél. Mert ez teljesen érthetetlennek tűnik. Miért beszél a mi nyelvünkön? És miért csak azok ismerik azt a fogalmat, ami maga a kereszténységnek a lényege? Mint mondtam, eleve azt tudni kell, hogy el volt tervezve a világnak a megváltása. Én erre szoktam mondani, hogy gondoljanak bele, amikor elszakították a gyümölcsöt, kifordult a föld a paradicsomból, megteremtődött a halál, a morsz. Ugye a romlottság következménye a halál, el kellett volna pusztulni a világnak. De az Isten ő annyira szerette a teremtett világot, hogy elküldte az Isten fiút, hogy emberré legyen, és legyőzze a halált. De ezt rögtön az elején megígéri, hogy megteszi. Azt mondja, hogy és én ellenségeskedést támasztok az asszony magzatja és a kígyó magzatja között. A kígyó az asszony sarka után kapdos. Ugye ez a kígyó mérge, ami mindannyiunkban benne van, a latin úgy mondja, hogy morzus. Ugye a halál a morsz, a kígyó mérge a morzus. Ez az, hogy romlandó testtel születünk. Megromlunk, míg meg nem halunk. De a lelkünk tud az elküldő képmásáról. És azt mondja az Úristen, hogy és az asszony magzatja pedig eltapossa a kígyó fejét. És így is lőn, az Isten fiú emberré lesz, hogy legyőzze a halált. Tehát én azt mondom, hogy egész egyszerűen el volt tervezve a megváltás, és a helyzet az, hogy az a mag, az a ífeszítő népek lelkületébe volt elvetve, amely szárba szökkent, virágba borult, és amikor meghozta gyümölcsét, ugye megszületett Krisztus. Vagy mondhatnánk úgy is, hogy megvolt ez az ígéret, ami igévé lett. Ugye elkezdett formálódni, és mire megszületett Krisztus, kiteljesedett az ige. Semmilyen korábbi vallási tudásunk nem ellentétes a kereszténységgel. Növekedett nálunk a vallás. Ehhez a valláshoz nekünk van a legtöbb közünk. Csak egy oldal, és ezért akartak tőle eltávolítani, ugye, mert az a duma ment, hogy a rendszerváltás idején, nem tudom, emlékszünk-e rá, hogy aki pogány, az magyar, aki keresztény, az meg nem magyar. Hát ez a, különben a István királynak is ez az alaptétele, mert ugye az volt a magyar, ugye, kukacszerűség meg volt az István, akiben úgy átsugázott Kádár, hogy kicsik vagyunk, bocsánat, hogy alkalmazkodunk, stb. Az már csak egy buké-buké, hogy a hőbörgővel, aki a fő magyar, azzal ugye a 3x3 beszélget. Mert ugye az ember a színházi jóval azonosul, és annak fogja először elmondani, hogy jaj, csak leneveljük, semmi gond. Természetes. Ugye, mert a helyzet az, hogy az ember azzal azonosul, és neki mondja el, hogy figyelj, ezeket el kéne zavarni. Na de
és akkor ő meg majd elbeszélgeti, akinek kell, ezt elmondja. De a lényeg az, hogy hosszú idő kellett ahhoz, hogy rájöjjünk, és meg kell, hogy mondjam, hogy nekem se jutott eszembe, amíg tényleg érett férfivá nem vált az ember, hogy nem véletlenül, a lélek nem véletlenül választ közösséget. A lélek nem véletlenül választ családot, és a lélek nem véletlenül választ vallást. És ráadásul az a vallás, amiben mi születünk, az gyakorlatilag kezdetektől fogva a miénk. Hát gondoljanak bele, ugye a kereszténység védővása is pajzsa voltunk. Ezt elmondják, Mátyásnak is megéri a második Pius. És gondoljanak abba bele, hogy Hunyadi János úgy harcol, hogy a rózsafüzér van a kardjára fölrakva. Hát ők mind tévedtek volna. Ez nem így van. És ugye én azt mondom, hogy a nemzeti érzelmű ember, mert ez a bal és jobb, ez is egy röhelyes, mert nincsen, hogy jobb oldal, nemzeti érdek van. Most nemzeti érzelmű ember, aki vallástalan, az ugyanolyan fából vaskarika, mint az MSZP-nek a keresztény tagozata. És hát az egy őrültség. És mondom, a vallástalan nemzeti érzelmű ember az is. Hát ez ugyanolyan, mint a keresztény demokratáknak lenne Isten tagadó tagozata. Vagy mondjuk a SZDSZ-nek, ugye ez még jobb, az SZDSZ-nek antiszemita platformja. Az úgy jól hangzana. Na, tehát nincs tehát vallás nélkül nincs jobb oldal, nincs nemzeti érzelmű ember és keresztény vallás nélkül sem. És azt kell, hogy mondjam, hogy gondoljanak bele, hogy ami történik a mise keretében, az a mi nyelvünkön mondható el. Persze ehhez is nagy bátorság kellett, míg eljutott az ember odáig, mert állandóan itt kétfajta óberkedéssel találkozik az ember. Egyébként mind a kettő ugyanattól a csüngőórútól származik. Ugye? Az egyik ugye az a duma, hogy zsidó kereszténység. És akkor ilyenkor általában a zsidó az idősebb testvér, akiből kinő a kereszténység. Hát a franc egye meg, hát a zsidóság előtt is volt. Hát attól függ, hogy meddig megyünk el. Ő mindent kapott már, vagy vett. Attól függ, meddig. De ugyanez a csüngőórú, mikor az ember díszmagyarba öltözve, mikor az ember a saját vallásával, mondjuk én római katolikusnak születtem, saját magával vallással foglalkozik, akkor rögtön oda nyomja, hogy judeó keresztény. De ugyanaz, ez ugyanaz, csak vissza ne találjon a vallásához, mert nagy baj van, mert ha a hitéhez visszatalál az igazságához. És kiderül egyébként, hogy a legtöbb közünk nekünk van ehhez a valláshoz. Én sem mertem megvizsgálni a római katolikus egyházi, magyar római katolikus egyházi hagyományt. Mert ugye, hogy magyar. És elültették benne, és kiderül, hogy annyi sajátossága van, ami sem Bizáncra, tehát görög-keletre, sem pedig Rómában nem található. Hát gondoljunk abba bele, hogy a feltámadás, de nem fogom ezt hosszan ragozni, mert ez egy másik előadás témája, a feltámadás az központi eleme a kereszténységnek. Egyébként minden vallásnak az, amikor legyőzik a halált, az központi ünnepe. Ugye egy vallást azt tesz megfoghatóvá, és éppen ez a tátosságról jól jegyezzük meg, hogy a tátosság sosem volt vallás. Erre már László Gyula fölhívja a figyelmet. Azért nem, mert az örök teremtett időről egy vallásnak fogalma van, hogy meddig tart, mikor lesz a vége. Fogalma van arról, hogy követi a tér és időrendjét. Meghatározott szertartásrendje van az idővel együtt követve. Ez nincs a tátosságnak. A tátos az egy különleges képességű ember volt, ami ráadásul nem is képezhető. Tehát ezt felejtsük már el, ezt a tátos képzőt. A tátos az, aki ha ég és föld között, mindjárt befejezem 15 perc, különben a szkítaságot tényleg nem egy előadásban nem is lehet megtartani, de azért én szeretem a nehéz feladatokat, de a lényeg az, hogy hát tátosnak születni kell. Ő ugye, ha ég és föld között elmozdul az összeköttetés, és betegség türemkedik be a világba, akkor ő képes arra, hogy a létállapotokon közlekedve eljutva az égbe helyreállítsa ezt a rendetlenséget. Na de ez neki fölös csonttal kell születnie. Mert tudjuk, hogy minden létállapot az ugye egy vázra szervül rá.
Hát ha nekem az összes csontom foglalt, akkor hogy fogok utazni? Az pedig, hogy létállapotot vált, azt még a mesék is őrzik, mert ugye bikaképében stb. Harcol. Na most ugye ezért is van többlet lelke, tehát az orvérzés ezért kíséri. És általában tátosok nem akarnak tátossá lenni, van egy elhívó betegség, nem olyan nagyszerű feladat az, nem úgy, mint most. Ez pont a romlandó, amit most csinálnak velünk, az pont a halál elültetése. Mert ugye az ember addig, amíg az Úristen képmását tükrözte vissza, ugye mert az Úristen képmására teremtetett az ember, addig egészség honolt. És abban a pillanatban, amikor elszakították a gyümölcsöt, megteremtődött a romlandóság, a pillanatnyi én. És minden tradicionális vallás tudja, hogy azt kell felszámolni. Kivéve a tátos képzőt, meg az angyalképző, meg mit tudom. És akkor elmegy oda szerencsétlen, és azt mondja, hú, de különleges lettem. Angyalképzésen vettem. Ugye, és annyira különleges vagyok már, hogy szinte már magamnak is érdekes vagyok. Tehát az énnek a pillanat, amit el kéne veszíteni, azt erősíti. Tehát pont az ellenkezőjét érik el vele. Most a lényeg az, hogy visszatérve a kereszténységben, amikor az örök időt követte, először péntek, szombat, vasárnap volt. Aztán utána megszülettek az évközi ünnepek, és ezen belül megkülönböztetünk állandó évközi ünnepet, és megkülönböztetünk változó ünnepet. Az állandó évközi ünnepek az általában a szentek égi születésnapját jelölik. Az egyházi évben csak három születést, nem halált, hanem égi születést, csak három születést ünneplünk. Az egyik ugye az keresztelő Szent Jánosé, június 24-e, a másik ugye szeptember 8 kisasszony napja, és a harmadik december 25, az a szűzanya születésnapja, és a harmadik december 25, ugye a megváltó születésnapja. Ezt a hármat ünnepeljük. Most a mozgó ünnepekbe tartozik a húsvét, a feltámadás. Most ezt először, ez volt az első évközi ünnep, mert addig csak péntek, szombat, vasárnapot követtek az örök időben. Tehát azt jelenti, 325-ben a Nikájai zsinat határozta meg, hogy mikor van a feltámadás, de azt jelenti, hogy a legfontosabb ünnepünk. Most képzeljék el, Bálint Sándor gyönyörűen adatolja, hogy mi másképp támadunk föl. Ezeket úgy nevezik egyébként, hogy közép-európai liturgikus hagyomány, csak azért nem úgy hívják, hogy a történelmi Magyarország liturgikus hagyománya, mert kiderülne, hogy itt elsüllyedt egy kereszténység. Tehát a helyzet az, hogy mi másképp támadunk föl, mint Bizánc, másképp, mint Róma. Hát akkor honnét ered ez a vallás? Vagy elmondjam azt, hogy képzeljék el, hogy a katolikus egyházban négy Mária dogma van. Ebből kettőt mi nagyon korán ünnepünk. És ez a kettő, ez csak későn lesz dogmává a nyugaton. Ez a immakuláta koncepció az egyik, az azt jelenti, hogy a szűzanya az áteredő bűntől mentes volt, úgy fogantatott. Na most ez vallásfilozófiai kérdés. Tudnék, ez arról szól, hogy az, aki leérkezik az isteni irányból, a paradicsom irányból, hogy legyőzze a romlandóságot, a legromlatlanabb irányból kell érkeznie. Ezt úgy lehet kifejezni, hogy a szűzanya mélye olyan végtelenül tiszta volt, hogy amikor az Úristen árnyéka rávetődött, az ige át tudott szűrődni, és ugyanakkor vissza tudott verődni. Tehát meg tudott testesülni. Ez filozófiai kérdés. Mi ezt már egyébként is úgy tartják, ez december 8-án van, 9 hónap múlva szeptember 8-án fog leszületni. Azt hiszem, ugye ezt úgy tartják, hogy a magyaroktól terjedt el a világegyházban ennek ünneplése. Mi már a Praj Kódex tanúsága szerint 1195-ben ünnepeljük, üljük. A környékén már üljük. Dogmává, hosszas lamentálás után csak 1854-ben lesz a római katolikus egyházban. Most az utolsó, negyedik Mária dogma, pedig az a mi nemzeti ünnepünk. Ez Nagy Boldogasszony napja, augusztus 15-e, amikor azt ünnepeljük, hogy a szűzanya test által fölvétetett, ő az első ember, aki így elérte a paradicsomot, és azt az irányt mutatja, ahova mi is megyünk. Test által fölvétetett, és a mennyek királynőjévé koronáztatott. Most ezt mi már Szent István korából tudjuk adatolni, hogy ünnepeljük. Világban tudják, mikor lett dogma a nyugati egyházban? 1950 után. Hát akkor ki tanít kit kereszténységre? Nem tudom, hogy érthetően. És akkor lezárva ezt a dolgot,
hogy gondolják meg bele, hogy a szent áldozás az a mi nyelvünkön beszél. Én ezzel nagyon megdöbbentem, mert tudnék, mi történik azon a titokzatos éjszakán. Ugye, miután Krisztus legyőzte a halált, ezért lehetőség van arra, hogy ugye nem csak lehetőség van, hanem azáltal, hogy az utolsó vacsora is megvolt, ha elhangzanak a misében azok az igék, valóságosan is jelen valóvá válik a megváltó, hiszen romlatlan, mert legyőzte a halált. Ez nagyon érdekes, mert a mi nyelvünkben az étel életté válik. Élelemmé lesz. Most egyébként az ostját úgy hívták a középkorban, hogy Páni Angelorum Incorruptibili. Ez azt jelenti, hogy angyali, romlatlan kenyér. És az ember megdöbben, mert ha én romlatlanságot eszek, romlatlanná leszek. És itt Máté evangéliuma értetődik meg, amit görögül, latinul nem tudunk megérteni, hogy ő azt mondja, hogy a mennyország az a mennyei lakodalommal azonos. Az ember ezen elgondolkozik, persze, ha én romlatlanságot kapod, romlatlanná leszek, jól lakom, és jól lakom. Nem tudom, hogy érthetően. Na de maga a szent áldozás nagyon érdekes, mert mi történik azon a titokzatos estén? Én egyébként azért csípem a katolicizmus, mert hősies. Mert az, hogy valóságosan jelen van, az hősi hit. Ez különben érdekes, hogy az egyház most a teljesen leheroizált világban nem fogja meg. Az emberek ki vannak éhezve a hősiességre. Mert az nekem már, elnézést a protestantizmustól, nekem az egy kicsit materialista már, amikor arról beszélnek, hogy emlékezetére, mert nem, ott van. Jelen való lett. Na most ugye, mit azt mondja, hogy áldoz. Ez az én nyelvemben összefügg. A latinban nem. A latinban az áldás, az benedikó vagy benedikció. Az áldozás, az szakrafáció vagy kommunikáció. De az angolban is így van, az áldás bless, az áldozás a communication. Tehát nem függ össze a nyelvével. És áldoz. És mi történik? Ugye mi ostjával tesszük, ugye azért teszik ostjával, mert ugye romlatlan, tehát nincs ideje, nincs változékonysága. A kenyérnek, ha jól készítik is, akkor is a legutolsóban, a kovászos kenyérben a legutolsóban benne van a legelső, tehát ideje van. Most az ostját azt mondják, hogy a liturgikus kézikönyvek, hogy a hostia latin szóból van. Én ezt nem hinném, mert a hostia a latinban azt jelenti, hogy áldozat, ellenség. Az ostjában az van benne, amit cselekszik Krisztus. Úgy szétosztja önmagát azon az éjszakán, hogy a világ végezetéig jelen való. Már válik. Örökké tartó élelem. Ha elhangzanak az igék, jelen valóvá lesz. Szétosztja magát. És akkor mit mond, hogy vegyétek ez az én testem? Utána ugye hálátot kezébe veszi a kelyhet, és azt mondja, hogy ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetség, amely nem sokára kibocsát, bűnök bocsánatának. De hogyha én az ő testét kapom, és a vérét kapom, akkor mivé leszek? Test, vér, testvér. És ezt tanítja a kereszténység, hogy Krisztusban testvérek leszünk. Azzá leszek, ami az élelmem. Ez az örök éltető elemem, de ezt nem tudja elmondani a latin, mert nincs ilyen fogalma. Azért is egyébként, mert ők anyagfogságában vannak. Ugye a magyar nyelv az nagyon érdekes nyelv, mert tényleg olyan, hogy én azt gondolom, hogy a Jóisten magyarul gondolkodott. De tényleg, ha Magyarországon élnénk, és nem csak egy Magyarországnak nevezett országban, akkor ezt kimerném mondani. De gondoljanak bele, hogy a magyarság nyelve az tényleg alkalmas a teremtése, mert tőlünk nyugatabbi nyelvnek állandóan hev és hábe. Tehát minden birtokolnia kell, annélkül nem létezik. Meg minden ist, is, ezt. Tehát ami nem van, az neki nem, az nincs. Ugye? Gondoljunk abba bele, hogy arról nem is beszélve, hogy ugye az egész világ felfogását nálunk, amikor bemutatkozunk, ott mindig az általánosság jelenik meg. A nemzetség, Varga, ugye, és Tibor. Önnál az én jelenik meg. A Tibor, és utána a nemzetség.
De ahogy az időben, téridőben is van, hát ott is a pillanatot fogja meg. Nap, hónap, év. Ott pont fordítva kellene. És az, ahogy a levelét címzi, az a legagyrémebb, hogy a ház, tehát ahol ő van, ház, utca, város, ország. Ott pont fordítva kellene, mint ahogy a birtokrendje is. És ugye tényleg nála semmi sincs, ami nem van. Tehát angolul az this is the table. Ugye ez van az asztal. Akkor neki nincs. Hogyha én azt mondom, hogy table, az neki nincs. Nem, ha én meg magyarul azt mondom, hogy asztal, az nekünk van ez a fogalom. Nem tudom, hogy érthető-e. És mi, bele van ágyazva az anyagba. Hát gondoljunk bele. Nála nincs testvérfogalom. Latinban az van, hogy fráter, tehát nem. Nemből tudja meghatározni a világot. Fráter, azaz báty, soror, vagy nővér. De nincs testvér. Nincs testvér. Ugyanígy van a németben is. Bruder, Schwester. És az angolban sincs blood buddy. Csak brotherhood. Bátság. Van egy ilyen sibling fogalmuk, ami hát azért nem ugyanez teljesen. Késői fogalom. De hát ha az én nyelvem, és csak az ífeszítő népek területén, ahol éltek, van ilyen fogalom, hogy testvér. Az én nyelvem el tudja mondani, hogy mi történik magában az áldozásban, akkor honnét ered ez a vallás? És itt vannak a leleteken is. És tudjuk nagyon jó, hogy szeretet által kötik a szerződésüket. És Krisztusnak már az anyagra abszolút nincs szüksége, a vérre, a lelket szállító anyagra, hanem már csak a lélek lényegére, a borra, a szeretet. No. Hát én Isten segítségével ennyit tettem a mindannyiunkért. Ami hiányosság volt, az az én hibám. Meg akarjuk nézni a többi képet. Akkor nézzük meg gyorsan. De nem beszélek már róla. Na, tudjuk mi ez. Akkor mégis röviden, csak röviden. Nem, mennyi az idő különben már? Mert már ennyit ülni is. 9 óra? Hú, 3:15 órája ülnek, ez borzasztó. Biztos? Jó van, vége van az előadásnak különben, de ezt elmondom, akit érdekel. Nem tudom, tudjuk, hogy a régészet, mint tudomány kezdete, az a szkítákhoz kötődik. Ezt tudjuk? Azt szokták hinni, hogy a rómaiakhoz, de nem, a francokat, a szkítákhoz. Tudnék, Oroszországban jár egy Vicen nevű amszterdami polgármester, aki hallja, hogy az Irtisz környékéről kurgánokból előkerülnek aranylemezek. Tobolszk környéke ez egyébként. És ez bejut a cári udvarba, Nagy Péternek az udvarába, és Nagy Péter elrendeli, hogy ezeket az aranyokat szállítsák be, és ezzel kezdődik el különben a régészet tudománya, 1715 környékén. Egyébként jelzem, akik végrehajtották, azt nagyon könnyű megjegyezni a nevüket. Az egyiket úgy hívták, képzeljük el, hogy Messerschmitt, a másikat pedig úgy hívták, hogy aki a végrehajtásról gondoskodott, hogy Gagarin herceg. Tehát ez úgy jó, mi hogy a levegőben úgy összetalálkoztak később, Messerschmitt, Gagarin. De a lényeg az, hogy azt hiszem 104 aranytárgyat szállítottak be, és ez közöttük volt. Ez úgy hívják őket, hogy ermitázsi kincsek, mert vannak szarmatakori leletek is köztük, és ez egy övcsatdísz, legalábbis úgy ruha feltíz, övcsatnak gondolják inkább. És hát ez azért fontos számunkra, mert volt egy zseniális Nagy Géza nevű, aki most nincs, körünkben is van egy Nagy Géza, de ő is zseniális, de ez egy régész volt. És a 1913-ban fölismerte, hogy ez az ermitási kincs, ez visszaköszön a Szent László freskókról. Ez egy zseniális észrevétel volt. Sőt, ő ezt szomorú fűznek határozza meg egyébként ezt a fát, amiről már az embernek eszébe is jött, hogy megkötöm lovamat szomorú fűzfához, megkötöm magamat gyönge violához.
Hát ez az őscsap, ez egy szerelemcsat, az biztos, mert ha rajta van az emberen, akkor ugye egy kötés, ha lekerül, akkor meg éppen ugyanúgy öleli a másikat, mint ahogy a csat öleltet. Tehát és a lényeg az, hogy a Szent László falképciklusokon, ugye erről már szó volt, hogy ugye a 14. századtól kezdve elkezdik ábrázolni a határmenti templomaink északi falán. Ugye, hát a legbelsőbb pont, az Tereske, az még Magyarországon van, pici Magyarországon, az gyönyörű a falképciklus. Most a helyzet az, hogy meghatározott elemekkel ábrázolják ezt a történetet, ahogy Szent László ebben a kellési csatában, ami nagyon misztikus, most nem fogom leelemezni, de a hegynek a neve az a képes krónika szerint is a Kürje Elejszomból származik. Uram Irgalmasz hegyen vívják ezt a csatát, és ráadásul pénteki nap hívják ezt a csatát, úgyhogy nagyon érdekes, és ott szabadítja meg ugye Szent László ezt a leányzót, és amikor megszabadítja, akkor miután levágják a Kunnak a fejét, ugye a Kun fejét ezt a leány vágja le, például a Gelencén úgy van, hogy fogja az üstökét Szent László, a Kunnak is addig levágja a leány a fejét, utána van az, ez már nincs Gelencén ábrázolva, hogy az ölébe hajtja a fejét, ugyanígy, mint őt. Itt ezen a képen, mert ez a három figura, ezt Fetis Nándor fedezte föl egyébként, hogy itt egybe ábrázolnak. Ez több a más lehetett kapcsolatban. És valójában, ugye miután levágja a Kunnak a fejét, akkor belehajtja, úgy ábrázolják, hogy belehajtja egy fa alatt az leány ölébe a fejét, a fegyverei az vagy a fán vannak rajta, vagy oldalt le van szúrva a lándzsa, és azon van rajta a pajzsa. Például egyébként az Anjou legendáriumban a Szűzanyát szabadítja meg Szent László. Most egyébként, hát ez... Itt is nagyon nagy jelentősége van az, hogy a fejét hajtja az ölébe, ugye az öl, a mi nyelvünkben az, hogy öl, mindaz, ami rossz, az kiölődik, és hogyha egy öl teljesen tiszta, ugye annak a tisztaságában ugye a paradicsom ragyog föl, mert a női minőség az alakadó minőség. Tehát a férfi az az élet erejét adja, a nő pedig az élet alakját. Ezt még Verbőc is elmondja, hogy mi ugyanaz örök időben a férfi magot követjük, de a nő... Ha nem lenne a női alakadó minőség, akkor az a férfi erő szétáramlan a teremtésbe. Az élet alakját a nő adja meg, és hogyha gyönyörű tiszta az az öl, akkor bizony királyfit fog sugározni, és királynővé fog válni a nő is. A férfi általában azzá lesz, amit a nő akar. Na mindegy, erről az övcsapról. A következő képen az van, hogyha mész, hogy ki van nagyobb a csatája, mert szellem. Hogy a értelem, érzelem és az érzékeknek egy irányba kell állnia. Tehát nincs, ugye ezt, annélkül nem lehet az Istenhez eljutni. Tehát nincs ilyen, amit nekem a 80-as évek elején mondogattak, amikor én ugye az avantgárd művészetben láttam valami egetverő baromságot. Aki ezzel a korral meg akar ismerkedni, annak azt mondom, hogy nézze meg Bodinek a Psziché című filmjét. Egyébként jellemző módon a szocialista ellenes dolgok, azokat mind az építészkoleszba kapta meg az ember, ugye a Bercsényibe, ott a Műegyetem központi dolog volt, és ugyanazt a játék 56-ban, ugye, és ugyanazt a játékot űzték, mint most velünk. Hogy ugye valójában beöltöztek a mi színünkbe, mert az avantgárd élén is olyan ember állt, aki hát most Erdély Miklós ugye egy zsidó ember volt, de ez nem lényeges, hogy zsidó ember volt, építész volt, inkább az a lényeges, hogy Acél Györgyel nagyon jóba volt, és például a Balázs Béla stúdióban azt csinált filmet, akit tulajdonképpen ő akart. És ugye az avantgárd az úgy tűnt a szocialista realizmussal szembe, hogy ez valami lázadó dolog. Ugye itt állított ki a Bachmann, a Kisrajt, ugye egy milyen őrült világ volt, így utólag belegondolva, hogy egy ország tudta, hogy hol van a nyomda, ugye a Kisrajtnál van, de az a rohadt rendőrség az nem tudott eljutni oda. És mi meg ezt benyaltuk. Nekik lehetett, nekünk meg, mi meg fölragadtunk. Tehát ez egy... Nagyon érdekes dolog volt, ugye akkoriban a másik dolog volt az alternatív rockzene, aminek az élén ugye, hát a Müller Péter Iván ugye a Pepsi-sziget állt,
De hát akkor azt hitte az ember, hogy velünk van. Mert ugye olyan szövegeket énekeltek, URH, Európa Kiadó, meg mit tudom én, hogy volt egy olyan műsor, nem tudom, emlékeznek rá, ahol ilyen fekete szemüvegben Szabó László mondta el, jellemző, hogy most is létezik még a kék fény. Műsorok mennek, műsorok jönnek, de kék fény marad. Ugye? És ilyen fekete szemüveggel mondta, hogy nehogy azt higgyük, hogy a kolbászból font kerítés az nyugaton van, meg minden, és mindig meg volt fenyegetve az ember, hogyha nem szocialista módon gondolkodott. És akkor ilyen dalszövegek voltak, hogy a forró nyom hozzád vezet, Szabó László, mossál kezet, kékfény, 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 és akkor még meg is tüzdelték, hogy kurva anyát, kurva anyát. Hát hogy ne ragadt volna föl ifjú egyetemistaként az ember erre, csak neki lehetett, nekem meg nem. Nem tudom, hogy érthető-e. És a harmadik rész volt a magyar szerves kultúra, amit ott kaptam. Ezt mind nem kaphattam volna, meg egy hendét megkaptam. Na ez az időszak volt az, amikor arról beszéltek állandóan nekem, láttam egy performance-t, hát látta az ember, hogy ez egetvelő hülyeség, tehát hogy valami, hogy itt, hogy, mit tudom, Hajas Tibor meghalt, magnéziumport robbantott magában, meg nem tudom, fölött ezt ült Erdély Miklós egy szemüveg, és szétverte kalapáccsal a szemüveget, és akkor az ember úgy próbált mögéje. És akkor kérdeztem, hogy mi ez? Nem pont erre konkrétan, és akkor az volt a válasz, amit most nyomnak nekem általában, amikor félre akarnak vezetni, azt mondja, érezni kell. Érezni. Na most a helyzet az, hogy na, akkor lehet ám megvezetni az embert, mikor csak érez. Mert az értelem, az a szív megtisztítása. Hülyén még a jóisten sem lehet eljutni. Amikor az érzelem önmaga marad, olyanokra képes, hogy győzik-e lesz nála a star. Nem tudom. De nem azért, mert cigány, nem az a baj vele, dehogy is. Nem az, hogy színvonaltalan. Az. De ugye miután minden nap azt látja, mert nem kap mást a televízióban, egy idő után megszokja, a szokás az szeretet különben. És megszereti. De ha lenne egy kis esze, tehát értelme, az értelem tisztán tartaná a szívét, és nem szeretne olyat, ami a pusztulását okozna. Nem tudom, és ez kétáknál valahogy ez annyira egységben van. Még annyit mutatok, hogy a Pazarikit érdemes megnézni. Pazarikból, a kettes kurgánból került elő, és csak, no, hát itt van egy romlatlanul megmaradt test, és tetoválva volt a, és elég érdekes a tetoválása. Itt a vállam. Nagyon sok mumifikálódok Szincsiánkban, 113 mumia került elő egyébként. Úgyhogy, és mondom, ilyen 1,80 magasok, szürkék. Úgyhogy, hát szerintem bármi jól érezzük magunkat is. Köszönöm szépen! Nem én voltam, akinek nem volt elég, a múlt fél év van nálam hanganyagban. És egy hónap múlva a utolsó hétfő, február utolsó hétfőjén találkozom meg. Még nem tudom, mi lesz. Szent Korona Zománc képei lehet, hogy azt elemezzük. De lehet, hogy szkíták maradnak még. Köszönöm dr. Varga Tibor előadását, és minden hónap utolsó hétfőjén, ha jól emlékszem, így beszéltük meg véle, találkozni fogunk. Nem kaptam meg még a következő sorozatnak a tervét. Gondolom, hogy hamarosan megkapom. Sokszorosítatni fogom, és szeretettel várjuk őket a következő rendezvényeinkre is. Hallgassák Varga Tibort, hallgassák az előadásainkat, látogassák a Magyarok Házát. Szép jó estét kívánok, viszontlátásra!